Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perc. Ez jó. Ez jó. Ha ez összes ilyen, akkor ez jó. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk. Kedden. Még hogy milyen időben, azt nem tudom, mert nem hallgattam most híreket, de itt vagyunk a hét második napján, teljes erővel, lendülettel, elszántsággal, munkakedvel, szeretettel. Ja, Istenem, sikerekben gazdag kaszakedreget kívánunk mindenkinek. Ma nincs még kaszaked. Nem, nem is hívjuk. Nem, kicsit érezzem. Jó, kicsit, jó. Tudod? Nem baj. Van más dolgunk, mert azt hiszem 9 óra után hívjuk majd a Szőlősi Gyurit, aki kim volt ugye az aranylabdán, és meg az kell aranylabdán tudni, hogy milyen relikviákat szerzett, be kell gyűjteni, és oda kell adni valamelyik hallgatónak. Ja, nem nagyon biztos, hogy van mezünk? Remélem, hát mezünk van. Az van, csak alá. Ja, hogy alá nincs karcolva. Hát nagyon reméljük, hogy a legértékesebb lesz, tehát Cristiano Ronaldo aláírásával ékesített Real mezről beszélünk most ebben a pillanatban. Bizonyám. Ugyanakkor viszont szerintem ne törjünk fel a te pálcát, ha esetleg nem sikerült neki összehozni ezt a dolgot, mert azért... De érte meg? De mondjuk ez is igaz. Minden évben megígéri, hogy hozzon. Reméljük. Reméljük. Milyen aranyosan sírt ez a gyerek, te. Nem láttam, csak olvastam. Elmorzsolt egy könycseppet. Teljes joggal. Hát ez másodjára 2008 volt. 2008 után ugye. Most megvan a második, azért nagy dolog lehet. Igen. Azt írják a szakújságírók, hogy sokat ebben az évben nem tett érte. Írja, hát mivel a múlt évnek a teljesítménye díjazták. Jó, hát 2013-2013 ebben az évben, amikor díjazták, nem sokat tett érte állítólag. Hogy én nem értek nem hozzá. Hát egyéni szinten nála többet nem igen tett senki. Igen, ezért azért a díjazás. A Messinek ugye gyenge szezonja volt, a Ribéry mondjuk mindent megnyert, de gól erősebb volt a Ronaldo. Hát ez 55 meccsen 66 gólt rúgni. Igen. Senki nem tudott ilyet produkálni a múlt évben. Ugye Frank Ribéry mellett alapvetően az szól, hogy gyakorlatilag a Bayern Münchennel megnyert mindent, amit ja meg lehetett nyerni. Megnyerték ugye a német kupát, megnyerték a salátástálat, a német bajnokságot, megnyerték ugye a BL-t, azon kívül még becsúszott egy európai szuperkupa, és később most egy klubvilágbajnoki cím is. Úgyhogy gyakorlatilag minden, de egyéni szinten. Aha. A Cristiano Ronaldonál többet nem tett le senki, Messi sem, mert ugye ő sérült is volt a tavalyi évben, és emiatt igen kicsit kevesebb. Csak választhatnék, hogy úgy tudjak focizni, mint Ribéry, vagy olyan ronda legyek, nem tudom, melyiket választanám, gyerek. És komolyan mondom, nézegettem róla a képeket, hát én csak vasárarcosnak hívom a hátam mögött. Remélem nem sértődik meg, ha ezt megtudja. Gondolkoznék, hogy figyelj Balázs, újszülött vagy a János kórházban, és az úr megszólítana. Nagyon-nagyon jól fogsz focizni, de rendkívül ronda leszel. Hát vállalod ez a fajta foci tudás már elfeledteti az embereknél. Ja, ja, olyan női vannak. Ja, ugye? Hát igen, amikor neki ez a luxus prosti botránya volt, a feleségével félrelépett, hát nem egy hasonszörű nővel lépett félre, mint ahogy ő kinézte. Ha éppen nagykorút válasz. Tehát van az a pénz, ami megszépíti. De gyerekek, hát azért el kell telni a 18 évnek, mire jól elkezdesz focizni. Persze. De szóval, hogy nem voltam benne biztos, ott néztem. De hatalmas fricska. Azoknak, hogy mondjuk annak idején a francia általános iskolába őt szivatták emiatt, vagy esetleg nem jöttek össze a csajok. Na most ki a király? Na most ki a király, gyerek? Most már járnál velem. Mit járnál? Igen, most már menő vagyok. Feleset, ugye valószínűleg igen mondanék, hogy jól legyek baromi ronda, csak tudjak így focizni. Ez Ribéry jó. Az van, hogy én nem vagyok szép, de nem vagyok olyan jó focista sem, mint ő, úgyhogy na, ez az. Lehet, hogy cserél. A Ronaldo egy szerencsés párosítás, mert ugye azért ő egy jó pasi, meg közben ugye hát baromi jól focizik. Most a Messi szegény, mint egy ilyen kis hobbitot rohangál a pályán a maga 1-40 évvel, de hogy játszik? De hogy rohangál? Tehát így konkrétan megállíthatatlan. Nem kérdés, hogy ő a legjobb a világban. Igen. Na mindegy. Úgyhogy lesz mezünk, és ezt ma begyűjtjük, de nem ma lesz a sorsolás, hanem azt beszéltük, hogy holnap. Jó, ma megtudjuk, milyen mez, hova van írva reálos barszás, hát nyilván ugye gondolom reálos messze, barszás, hát nem iratott alá Gyuri. És akkor holnap, ha jó fej, akkor azt mondja. Csak ez van nálam, csak ez azt van. Ronaldo van nálam egy vidis. Igen. És akkor holnap egy ilyen, szerintem egy ilyen hagyományos klasszikus SMS játék keretein belül mi ezt valakinek odaadjuk, jó? Elsősorban azoknak, akik nyilván szeretik, vagy szeretnének valakit meglepni ezzel, és nem azoknak, akik a vaterán értékesítve komolyabb készpénzt összegetnének, ha meglátjuk, visszavesszük. Akkor már nem tudjuk. Olyan ne legyen, olyan ne is jelentkezzen, mert őt... Ne, tényleg olyan nyerjen, aki sírva az okokba örül majd, és vagy annak, akinek viszi, az fog betértelni. Mert azért egy aláírt Ronaldo mez, az gyerekek, az nagyon nagy relikvia. Én ezt nem feltételezem egyetlen hallgatónkról sem. Én de sem. Ha esetleg mégis, akkor ő
örök életre elkiáltjuk a partvonal mellékkel. Kis padra tesszük, és soha többet nem játszott. Nem, hát itt volt egy-két ilyen bögre, nem? Meg ilyen előfordult, amikor ezeket így megnyeregették. De hát egy Ronaldo ez az egészen más dolog. Fogunk még beszélni egyébként a témáról. 9 után szerintem, igen. Van 9 után, de azért azt említsük meg mindenképpen, hogy Zlatan Ibrahimovic nyerte a Puskás díjat az év legszebb góljáért, amit ha valaki esetleg nem látott, az ugyan kuksizza már meg, mennyi cirka 30 méterről hátrafelé ollozva a britek ellen. Hát az... Ha valaha valaki ért labdából, vagy focizott kis pályán, vagy valami, akkor az igazán érti, hogy az... Atya úristen! És az az emelkedés, ahova ő fölment azért, hogy a bal labdába bele tudja rúgni. Tehát ez itt teljesen mindenféle fizikai törvénynek totálisan ellentmond, amit ő csinált. Bocsánat, csak közben nézem a tenisz eredményeket, gyerekek. Hát megértem. Tudom, hogy már kicsit remegve jöttetek tegnap be. Tegnap előre elnézést kértél, ezért nem. Vajon mit játszott Davidenko, vagy Nishikori, vagy Leighton Hewitt és a Seppi, tehát hogy... Vagy Kamasuka. Kamasuka, igen. Jól állunk. Most mit csináljak? Nem tudom, mert én sem szeretem, ha bemondják az eredményeket, viszont akarok teniszről beszélni, de lehet, hogy valaki van, biztos van, aki fölveszi, és délután visszanézi a US Open. Biztos, hogy van mi. Mert ha esetleg a pötankért rajonganál annyira, akkor nem biztos, hogy akkor támogatnánk ebben a dologban. Igen, mert nem nagyon értenék sokan, hogy miről beszélsz. De akkor nem mondjam, hogy Roger mit játszott? Hát biztos kiesett már most. Nem? Még tartja magát. Büszke vagy csalódott, vagy elég, ha ennyit mondasz. Büszke. Jó, van. Gyerekek, a Nadalnak ma a Tomics ellen egy nagyon komoly meccse lesz 9-kor, abba belenézünk. Alig várom. Andy Murray sérülés után pályára lép, Iván lendül, farka lendül, ugye? Jaj. Nem emlékeztek erre gyerekkorotokhoz. Csak hát nem, csúnyában mondták. És hát Djokovic is Boris Beckerrel a háta mögött. A nagyok összecsapnak. Roger behúzta. Gyerekek, ennyit lehet spoilerezni, hogy Roger szeretem, róla muszáj beszélnem. Roger 3 szedben tovább menetelt, úgyhogy. De ez még hanyadik kiemelten játszott most? 6. kiemelt, úgyhogy viszonylag hamar találkozik ő is kiemeltekkel, de most még valami kutyaütővel. Aha. Már úgy, hogy... Aki mondjuk 85-ödik. Igen, hát szóval, hogy napad úgy kutyaütő, hogy magyar nem volt ott 2003 óta a top 100-ban, de 2004 óta sáv volt, ugye. De hogy hát nyilván az őszintjén azért ez. Úgyhogy Nadalnak lesz egy jó meccse 9-kor. Nagyon izgulok. Kapcsoljuk 9, majd. De jó, hogy itt van pont szembe a tévé. És nézd meg, már a Seppi és a Hewitt már egy 6-6-od. 6-6-3-3. Kicsoda? A Seppi. Sepp meg a Hevle. A Sepp meg a Hevi. A Hewittet én kedvelem nagyon. Sepp meg a Hevi. Alapvetően én nagyon szeretem az olyan sztorikat, amikor valaki ugye már megjárta a csúcsot is, meg megjárta a poklot is, a mennyországot és a poklot is, inkább így mondom akkor, és de ez az úriember, ez a Leighton Hewitt ugye volt világelső is annak idején, aztán egy olyan komoly leszállóágba került, és most jön egy picit visszafelé. Hát tegnap említettük, ugye Rozsét is megverte az év első tornáján, az év első ATP tornáján, hogyha én jól mondom, majd Balázs kivét, hogyha nem. Igen, Brisbane-ben. És most jön fölfele, úgyhogy én nagyon szurkolok neki. Nagyon szeretem az ilyen történeteket. Igen. Tegnap is játszottam, de egy szörnyű kétszerben kikaptam, úgyhogy... Erős volt az ellenfél, ha vagy rendszlem van, vagy valami, akkor mindig még nagyobb lendülettel játszom. Nem, de fallabdáztál? Nem. Megverted saját. Igen, olyanokat szerváltam saját magamnak, hogy nem tudtam visszaadni. Nem. Mert egy erősebb ellenféle játszottam is sima kétszerben. 6-3-6-2-re. De kiszúrtad a gumiát? Ja, már mikor, persze. Már befelé. Már úgy vártam, hogy szöget állítottam a parkolójában, hogy rossz kedvűen játszom, hátra tudok nyerni, de nem. Nem, a szikorával nem játszottam, még kíváncsi lennék, hogy játszik. Hát, annak idején egy pár héttel ezelőtt, vagy már hónapra, és most már nem tudom megmondani, pontosan, amikor ugye forgattunk vele, akkor ti azért megbeszéltetek, hogy majd akár össze is futhattuk egy kis meccsre. Igen, hát aztán ez annyiban maradt. Kicsit ilyen promószagú volt, hogy majd persze meccsezünk, jó, oké, majd meccsezünk aztán. Ő nem tudom, mit csinál, most újra gidázik? Hát mindig. Gidakasting, biztos egy tavaszi gidakasting van, nem? Így van. De érted, most két meccs is függőben van, egyrészt a Szújóval szemben, másrészt meg ez akár Szikorás is összejött, most mi van? Mindenki kerülget? Csináljunk neked egy tenisztornát. Jó. Na, nem? Mint valahol Budapesten. Mint Rogernek most Barod Leverrel az Australian Open bizony center pályáján, Roger Federer és barátai. És na, bejött a Rod Lever, és csak Roger tud csak úgy ütögetni, kicsit úgy nem tudom, beálltak a hálóhoz, és kicsit röptéztek a 70 akárhány és Rod Leverrel, és 30 ezer ember meg üvölce tombolt. Roger Federer és barátai volt. Az alapítványát népszerűsítette egyébként, és játszott a Congával, meg a Rod Leverrel, és akkor ott
Igen, Sebestyén Balázs is barátai. Ennyi. És akkor jönne a Szikora, jönne a Szújó. Igen, mennyi barátom lenne hirtelen, igen. Na, mi van ezzel a banküggyel? Tudunk valamit? Hát tudunk. Igen. Semmit gyakorlatilag. Én tegnap arra mentem, hát ami érdekes, és nagyon sok ismerőse beszéltem, hogy mindenki fölébredt a környéken, a mi családunk nem. Végig aludtuk az egész. Jól alszunk. Azért gáz egy kicsit a dolog, mert most már ezt elkezdték éltetni ezt az embert. Az interneten több ilyen portál, vagy ilyen közösség is alakult, akik azt mondják, hogy ez mennyire jó dolog, hogy valaki szembeszállt a bankokkal. Igen. De ez itt... egy baj van, hogyha valaki arra sétál, akkor ő is szembe, ő nem szembeszáll, illetve ő is szembeszáll a kórházig. Igen, szembeszáll vele egy-két üvegszilánk. Állítólag szólt ott a hajléktalanoknak, hogy menjenek arrébb, mert robbantás lesz. Tehát, igen, hogy ő akkor nem bolond. Vagy ha bolond, nem az a bolond, aki totálisan beszámíthatatlan. Ez egy devizás lehet? Mert hogy így lehet. Tehát banknak nyilván nem így üzenhadat. Nem, hát ilyesmiről szól nincs, hogy gyakorlatilag ugyanazon az oldalon állnak. Csak hát az a baj, hogy ugye nem egy puszta kellős közepén csinálta ezt az egészet, tehát egyszerűen kiszámíthatatlan az, hogy valaki éppen akkor, mit tudom, egy fél órával korábban megy be a munkahelyére, valaki arra jár, aki egyébként nem szokott. Tehát, hogy itt azért vannak itt a dologgal kapcsolatban elég erőteljes kétségek. Engem az érdekel, hogy egy laikus, mondjuk devizahiteles, mert én is azt gondolom, ez egy magánakció, tehát nem hiszem, ez nem egy szórakozó hely robbant, hogy van éjszakai leszámolás legyen, étterem, vagy bármi. Ez az ember. Na de hogy tesz össze egy ilyen hatóerejű bombát? És ez nem kicsi volt. És ez az ember már melletted áll a közérben. Ez az ember, ez ott van a gyereked mellett, amikor te ülsz a villamoson, és visz valamit az aktatáskájába, és lehet, hogy a salétromsavat viszi haza. Érted? Ja. Tehát hogy? Nekem most azt mondják, hogy figyelj, itt az internet, itt vannak a kellékek. Addig nem jössz ki a szobába, még nem teszel össze egy bombát, én nem tudnék kijönni. Ott rohadunk el. Ott rohadnám meg mind a hárban, mert fogalmam nincs. Igen. Ugye van a deep webnek, a mély internetnek már különböző ilyen árnyalatai, ahol ezeket már így nagyjából megtalálod, de azt meg nagyon kell tudni ismerni az internetet, és eltüntetni a te mit tudom én midet, hogy bemenjél ilyen helyekre, olyan oldalakra, amit ugye azonnal kiszúrnak. Hogy sima devizahiteles megkeseredve, hogy tesz össze egy ilyen atvereibon? Mert ez lerobbant egy fél épület, nem? Igen. Több kerületbe fölébredtek. Figyelj, hát az ajtó, a bejárati ajtó, egy vaskeretes ajtó, az átrobbant kettő sávot, két villamosint és két nagy járdát. Érted? Átrepült a kórház, a kórház bejáratáig átrepült az ajtó. Azok a lakások, amik ott vannak a környéken, azok megsérültek. Ott például a bank fölött nem messzire robbantástól nekünk ismerősünk lakik, érted? Hát ott kitört ablak van, meg minden van. És azért izgalmas a dolog, hogy egy kicsit elméretezi, akkor repül az egész épület. És ott 10 emeletes ház van, ha egy picit tudott statikailag... Volna, igen? Tudott volna, ha kicsit statikailag arra megy a robbantás, akkor dől az egész. Hát meg kapjál a homlokodba tényleg egy ilyen fém darabot, egy kis repeszt. Tehát, hogy így ne üzengessen már Nem osztom akkor ezt a megkeseredett devizahiteles teóriát. Tehát ez akit itt valami más, ez túl jó. Nem? Túl profi. Motorral érkezik, elmegy. Nem tudom. Most az a kérdés, hogy lesz-e folytatás? Ne legyen, de az kérdéses, itt többen a szakemberek között azt mondják, hogy ez most egy sorozat lesz majd, és akkor valaki így játszik Robin Hoodot, illetve nem játszik Robin Hoodot. Nem játszik, tehát gyakorlatilag ez csak az üzengetésnek egy olyan formája, ami egy szimpla figyelemfelkeltés, illetve nem is annyira szimpla, mert hát ne legyen szimpla soha az ilyen típusú figyelemfelkeltés. Igen, de nyilván emögött azért van az a fajta közhangulatra való appellálás, ami most ugye a bankok ellen van, hogy most 10 000 ember el bele. 20 000 devizahitele, 100 000 mondja, igen, megérdemel. Tehát nyilván sokan mondják. És akkor ezt egyfajta modern Robin Hood effektusként értékelheted, hogy jól van, hát a tömegek mögöttem állnak nekem. Ha van valami, ami nem tiszta az agyobra, tudod. A tömegek mögöttem állnak nekem, drukkolnak. Stb. Kérdez valaki, hogy ez egyoldalú szerződésfontásnak számít? Ez eléggé viszonylagosan, igen, egyirányú a dolog. Most az a helyzet... Hát vagy lehet, az ügyvédjét küldte oda tárgyalni, aztán kicsit az ügyvéd, ez radikálisabb megoldás. Kivizsgálják az ügyet, összeszedik a nyomokat, ez szerintem mára megvan, kész van, és ezt a bankfiókot körülbelül 3 nap alatt fel fogják újítani, vagy mondjuk 2 hét alatt. Hát itt nyilván az üzenet értéke számít. De megy tovább a dolog, érted? Tehát, hogy mit értél el vele? És ettől nem fogják újra tárgyalni a devizahiteledet, ettől nem fogják visszavinni 141 forintra a svájci frankot. Nyilván akinek így be van szűkülve a tudata, meg így gondolkodik, az már sosem arra gondol, hogy ettől valami megváltozik, hanem ez egyfajta már ilyen, azt mondja, hogy akkor jó, akkor most megbosszulom. Megbosszulak, Sanyika. Nem? Tehát, hogy ő már akkor nem arra gondol, hogy ezzel elére valamit, hanem egyszerűen dühös, frusztrált és robban. Na mindegy, ez egy új iránya a pesti
éjszakának, meg a pesti robbantgatásoknak, nem? Hogy most már bankoknak is neki mennek, vagy bankokat is fölrobbantanak. Hát vagy jelzésértékkel megtalálják a bankokat robbantás formájában. Azért ez ritka. Ilyen még nem, soha nem volt. És jó lenne tényleg, hogyha nem is lenne, mert ugye a múltban voltak ilyen esetek, olyan robbantások, hogy tudom én, gondoljuk csak a régi Posta utcai robbantás. Hát ott volt egy nagy leszámolás hullám. Igen, de az mégiscsak az alvilágról szólt. Itt meg, ha tényleg arról van szó, hogy egy úgymond átlag ember így próbál meg üzenni a banknak, vagy bankoknak, hogy mert hogy csalódott, vagy esetleg egy olyan összeget vett fel, amit aztán később nem tudott vissza, blablabla, ki tudja, majd kiderül. Hát ez ne legyen. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly szélsőség. Engem csak az érdekel, hogy csinálta a bombát. De te akarsz valamit komolyan. Számomra ez a legmegdöbbentőbb, hogy akkor ezek szerint bárki. Tehát ha van valami minimális hozzáértésed, vagy affinitásod, akkor összeraksz. Valami kellett. Azért ez a bomba, hát, ezt tudjátok, hogy álltak telefonnal hozták működésbe. Tehát nem csak, hogy a robbanó cuccot... Nem volt hülye. Igen, hát azért... nem csak a robbanó cuccot kellett megcsinálni, hanem kellett oda egy másik telefon, amit valahogy kivezettél, hogy ez gyújtsa be a bombát. Szóval azért ez nem egy egyszerű. Ez nem az első felindulásból elkövetett. Nem tudom, béketéri zöldséges, aki elúszott Frankit ellen, megcsinálta gyorsan, aztán persze lehet, hogy zöldségesek jól tudnak bombát csinálni. Mert a szilva erjedni kezd, és az almával találkozik, akkor nagyot robban. De... Ne nézd le a zöldségeseket. Na, kemény. Ráadásul a 13. kerületet megkaptam, mert tegnap volt még egy robbanásunk, az is szintén ott a környéken, de az egy gázrobbanás volt, ott eltűnt egy családi házba. Egyébként ez is érdekes, hogy azért az elmúlt 10 évben nem volt annyi gázrobbanás, mint most. A múltkor lerepült valami ház, és megsemmisült. Még 3, most megint, tehát hogy azért ebben nincs tudatosság, nem azt mondom, csak idén, hogy mennyi robbantás van, vagy robbanás, az is durva. Uh-huh. Na mindig. Valaki azt, hogy a bank intézte maga ellen. Igen. De miért is, hogy megsajnálják őket? Vagy? Nem, hogy a sok kintlevőséget hátrahagyva a magyar államra átruházhassa és kivonulhasson. De nyilván ez fölmerült már sok bankkal, hogy kivonul, aztán mégis mindegyik itt van még mindig. Úgyhogy azért olyan nagyon rosszul nem lehet nekik. Azt hiszem Walking Dead infokat kérnek tőle, Jani, de szerintem ezt nem fogsz mondani. Így van, most nincsen semmi egyelőre, úgyhogy álló víz van. Nagyon jól fejeződött be az előző évad, azt tudjuk, láttuk. Igen, és jön a trónok harca. És jön a trónok harca, és hála Istennek, jön a vikingeknek a második évadja, amit megint sok szeretettel ajánlok mindenkinek, aki kedveli a történelmi alapokra épülő és kardozos lovaglós. Vizé is van benne? Hogyne van. Hol adják? Mondom, végre valami jó sorozat. Kardozós, ülős, partra szállós. Igen, lovat még nem láttam benne, de minden más lé. Balázs, te is nézed a totál szívást, hogy jó kémia tanár bármire képes. Igen, ez a Breaking Bad sorozat. Ez nagyon, nagyon jó egyébként, ott ugye a kémia tanár bonyolódik bele különböző durvábbnál durvább kalandokba. Igen, hát egy jól felkészült kémia tanár, ő tud egy elkeseredett pedagógus, aki mégsem kapta meg a fizetésem. Igen. Beígértek neki. Hát igen, ez van. Na mindegy. Ha már mondtad az Ivan Lendl-ös poént az előbb, akkor arra eszembe jutott, hogy nem sokat vacakoltak egyébként a vévések, az új vévések, mert már az de első nap, igen, Aurelio belengedte a kamerák előtt. Ez szigorúan 18 pluszos egyébként a történet, de azért én megnéztem. Egyre nehezebb találnom olyan időpontot, amikor meg tudok úgy nézni, vagy bele tudok úgy nézni, és ez azért elég nagy teljesítmény két nap után. Már ki valakivel összejött? Nem, még nem. Még csak úgy, igen. Ja, megérkezett. Csak igen, kirakta az irányjelzőt. Más márolás már volt, cici. Jobbra indexelt, balra indexelt vele. Tehát adott egy ilyen, nem is tudom, Lajstrom számot, megjelent. Ez vagyok én. Ez vagyok én, bemutatkozott? Igen. Az a bajom, hogy hova fejlődik tovább a műsor. Én nem tudom. Ha már a fejlődés, az jó szó. Igen, hát ezt mert akkor nyilván ma este már lesz valami kis összebújás, holnap már megcsinálódik valaki, és viszont, és akkor egy hét múlva miért teljes orgia? Hát, igen. Tehát ha valaki, ha én játékos lennék egy ilyenben, és azt gondolnám, hogy a szexel bent tudom tartani magam, mert az érdekli az embereket, ha az első nap az összes ágyút ellövöm, akkor mi van holnap? Hát, gyerekek, én egy kockát nem láttam még, megmondom őszintén. Viszont elég sokan láttak, mert gyakorlatilag nagyon. Az RTL2-t így láthatóvá tette a műsor, mert hogy az első beköltözős adást gyakorlatilag a 52%-a, illetve nem is, hogy is volt, azt mondja, hogy a lakások, háztartások 52%-ában van ott fokatok, jelenleg a televízió, és gyakorlatilag mindenkit levert. Még az anyacsatornát is.
igen. A műsor nézettség. Hát aztán meglátjuk, hogy ez hosszú távon mire lesz. Hát ez beáll aztán azért egy fele ekkora számra, de nyilván egy kábelhez képest itt jól föl fogja húzni, persze. Hát nyilván ahhoz meg jó karakterek kellenek. Ha lesznek majd, akkor ha nincs jó karakter, azért elszürkül egy-két-három héten belül. Ha lesznek jó karakterek, mind a 4-esbe, 5-ösbe, vagy korábban, akkor ez a dolog működni fog. Hát mondja, jó vagy mi a rossz, én azt nem tudom eldönteni, nem vagyok tévészakember, de Józsi beköltözését, ő egy új lakó, nagyon sajnálom, hogy kihagytam, mert nagyon sok érdekes dolgot olvastam az ő adatlapján róla. Egy 95-ös születésű Békés Csabai fiatalemberről van szó, aki az adatlapján következőket jelezte. Azt mondja, hogy például... mondjuk legutáltabb embertípus, az összes embertípus csak magamat szeretem, jelezte ő, mi volt az élete legjobb döntése, amire a legbüszkébb, például a testére, az arcára és arra, hogy nagyon jól néz ki, illetve hogy elkezdett edzeni. Nem egy komplikált ember. Ezt is nagyon-nagyon szereti, kedvenc ételek, pizza, hamburger, gyrosz. Hát, gratulálom. Atyaisten. Igen. Úgyhogy én rá kíváncsi lettem kedvenc volna. Filmem a Baltás gyilkos 2, igen, tehát egy kedvenc könyvem az Emmanuel, igen, ez ismerem ezt a típust. Kedvenc sport, testépítés. Kedvenc sport, testépítés, mit szeret csinálni, az ágyon fetrengeni, semmit, hobbim nincs. Igen. Úgyhogy körülbelül ennyi. Foglalkozás munkanélküli. Én picit öregnek érzem már ahhoz magam, hogy ezt sem. Én örülök, hogy már nem én csinálom. Tehát tök jól áll a Bencének, meg jókat is olvasok, meg nem tudom. Tehát, hogy így én azt gondolom, hogy ez... De miért nem szereted a pizzát, a hamburgert és a gyroszt? És a testépítőket. Az ilyen... Nem, azt hiszem, hogy jó, hogy ezt a Bence csinálja már. Meg tetszik, hogy te ezt nézed egyébként. Ez jó. Mondom, te leszel a VV felelős. Nekem oda kell figyelnem. Hivatalból vagy? Igen, hivatalból, mert vigyáznom kell a gyerekre. Ja, hogy te megnézed előtt, és ezzel felszívod azt, amit ő nem nézhet. Egyrészt, másrészt pedig megakadályozom azt, hogy nézze, hogyha esetleg úgy gondolom, és most úgy gondolom, hogy meg kell akadályozni. Hogy neki ezt nem kéne nézni 11 évesen. Na jó, hogy állunk játékkal? Hát elég jól, 8 másodperc után durrantott be a játékosunk tegnap egy igent. Akkor 1-0 elmentünk, jó? Lehet jelentkezni újra, SMS-ben, bátran, egészen nyugodtan. Arcoskodva is akár. Mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc van, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, és 1-0 vezetünk, ugyan, de hát ez még semmit nem jelent, a hét bőven nem dőlt el, ugye? Bőven, hát még semmi. Semmi nincs eldőlve, hiszen még lehet bármi. Jó, ha most azt kezded el mondani, hogy tulajdonképpen még mi ezen a héten 4-1-re kikaphatunk, akkor hagyjuk a francba ezt a játékot. Igazából puhítok, mert bennük tartom a lelket, hogy ne menjen el a kedvük. Bár az SMS számból kiindulva nem megy el, mert nagyon sokan játszanának, csak nem akarom, tudod, hogy már kedden azt érezzék, hogy már agyon frusztráljuk őket, hogy tegnap már nyertünk egyet, és akkor most már végig van. Tehát ez a bármi lehet, ez inkább nekik szól, hogy tartsanak ki. Még a hét nyerhető. Így természetesen van. Az önmagunkba vetett hitem az sosem csökkent, tehát azt gondolom, hogy simán hozzuk ezt a hetet is, csak kicsit bíztatom őket. Egy jó nagyszájú csaj kéne, nem? Kevesen játszanak a jányok közül, a nagyszájút meg főleg nehéz találni. Képzeld el, az a tendencia, hogy nem játszanak csajok. Nem. Ugye, Anna? Ez de miért? Mi van? Van? Nem tudom, gyáva kukacok, ez róluk a véleményem. Nem játszanak. Én olyan úgy örülök, ha találok egy olyan csajt, aki beszédes, mert olyan van, aki betelefonál, vagy beszélek vele, hát így név nélkül nem sértő, és nagyon enervált, és hát ilyen, hogy bocsánat, igen. Ugye, az nem jó, mert hát azért csak egy országos rádió vagyunk, és erre nem de jó, se hármasugrásra, se overre, ugye? A csajok nem. Valahogy nem. Nem. Beszédes most olyan szívesen a választottam volna lány, de megmondom és őszintén, hogy meg az összes SMS a falon pasi. Aha, én is azt látom, hogy a csajok, mint a valahogy nem. Pedig egy hármasugrás, hát az nőknek se annyira nehéz, nem? Vagy ha ott van segítség a munkahelyeden, hát azért az nem annyira durva. Egy óven bácsi se szokott annyira kemény lenni. Nem. Igen, inkább a pasik élnek. Sajnos. Pedig gyertek lányok, mutassuk meg, hogy vagyunk mi is olyan tökösek, mint ők. Az aktivista előbb. Na, a feminista. Igen, megérkezett. Igen, itt van, ez itt van a cserek. Na jó. Jó, ha találsz csajt, akkor vedd rá valahogy. Vagy jó. De nem tudom. Na ilyenkor van, hogy szia, hello, Kati vagyok. Ezt tudod, ez lesz. Na most már ez lesz. Ahogy eljátszák, hogy lányok. Biztos lesz, most annyira felpaprikáztad őket, főleg ezzel a gyáva kukacok. Na? A sértése, ó, de durva vagy, gyáva kukacok. Mutassátok meg! Hát holnap csináljunk csajnapot. Minden egyes játékra csak csajok jelentkeznek. Diszkrimináció, nem adom. Ja tényleg, új igazad van, beperelem. A férfiakért kiállok. Ha férfi jelentkezik, férfi, ha nő. De ez, hogy eleve kizárjuk a férfiakat, hát ezt nem adhatom. Na most mi egy napra kizárjuk őket, na bum. Na de úgy zárjuk ki, hogy egy darab nő nincs, aki közben játszana? Hát ha ilyen impotensek,
Már úgy értem, hogy nem akarnak játszani. Hát akkor most miért kedvezünk? Csak mondom, gyerekek, jó. Szilárdolva. Igen, igen. Meglettél szilárdolva. Jól elszilárdolták ezt a lányok. Ezt én érzem. Csak mondom, gyerekek, Hewitt bajban van, jó? Úgyhogy vigyázzatok nagyon, mert nagy a baj Hewittéknál. De legalább neki nem kell messzire utaznia. Igen, ha kiesik, hazamegy, igen. Na jó, megnézzük, hogy ki a ma reggeli első játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hát ő se csaj. Így hang alapján. Igen, ez igaz. Szia. Hello, hogy hívnál? Szabi vagyok. Szabi, honnan hívtál minket, hello? Szegedről. Szegedről, mit csinál? Hát épp lábadozok. Na, így nátha. Tényleg? Igen, de nem baj, legalább túl nézett az Auxa Open-t. Ja, nézed? Kinek drukkolsz? Ki a kedvenc? Én Nadalos vagyok. Nadal? Na, hát most egyébként jó esélye van neki is, úgyhogy... Hát bízom benne. 9-kor kezd, ha minden igaz és nincs csúszás. Ismerve az Australian Open-t az olyan 2:30-3:10 lesz, de ma van. Ráadásul a Tomic-sa játszik, az egy elég komoly ellenfél. Igen, néztem, hogy ez egy... Ám mondjuk 3 játszóban Nadal az rendezi. Valószínű egyébként, igen. Ügyes gyerek. Már Nadal? Igen. Hát mondhatjuk így is, igen. Ügyeske, igen, ügyeske. Igen, ügyes gyerek. Futottak még kategória. Nem rossz, nem teniszezik rosszul. Ügyes. Kivel játszanál, Szabolcs? Én Janit szeretném kihívni. Janit szeretnéd. Legyen így. Legyen így. Na, engedd el azt a rohadt stoppert. Ja, ne foglalkozzál vele. Azt mi mérjük? Az majd mi mérjük, mert elveszi az agyadat. A múltkor is az volt, tudod. Igen, tényleg. Aztán nem is adta vissza. De visszaadta csak a játék alatt, ne figyelj rá. Mehetünk, Szabi? Természetesen. Na, akkor 3-2-1, és tessék! Azt mondtad, hogy szereted a teniszt, ugye? Így igaz. Tehát szereted, Jani? Kedvelem. Figyelj, igaz az a városi legenda, hogy a Nadalnak az egyik bicepsze az jóval nagyobb, mint a másik, mert egy kicsit félre gyúrta? Hogy őszinte legyek, ilyen híreket annyira figyelemmel követve... Na jó, ebben nem fogok kérni, inkább én kérdezik. És meg is vagyok, meg is van a Jani! Nem fogok kérni. Jaj, de szétsel volt, érted? Hogy egy menet bele kellett volna passzírozni. Szép a Jani! Köszönöm szépen. Áj, de cseles vagy. Istenem, ez a fiú hogy menetel? Hogy megy? Ez szép volt, Jani. Köszönöm szépen. Igen, hogy elkezdted magad belekeverni ebbe a mondatba, és aztán valahogy így bele ragadtál. Aztán még jobban. Igen. Szabikám, kösz a játékot! Szívesen! Jó bulást és szép napot! Már szép, legalább beszéltem veletek. Na, hát nézd a jó oldalát. Ez is jó volt. Igen. Szabi, köszi. Szevasz. Sziasztok. Csáó. Szia. Elő. Gyerekek, 2-0, ennyi. Tehát nem, megyünk előre. Megyünk előre. Tegnap egy 8 másodperces, majd 6 másodperces játék. Nem tökölünk. 2-0. Nagyon jó. Feri, holnap egy 4-est kell. Jó, behúzom. Igen, holnap 4 másodperccel. Igen, megyünk. Na, jó van. Nincs nagy baj, nem? Így, akkor. Ez így teljesen korrekt. Ez így jó, így van. Egy perc van, 7 óra, Karolina jön, elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk vissza mi is. 7 óra múlt pontosan, 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, Jani, Feri, sziasztok! Hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Jó van. Oké, de elfogyott. Vannak friss közlekedési híreink, frissek, melegek, itt van egy hallgatónk, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Kucsánszki Miklós vagyok. Hello Miki, merre vagy, mit látsz? Már bejöttem a munkahelyemre, de a Hungária körúton, Könyves-Kálmán körúton jöttem befelé, Üllői út felé, és a Kőbányai út, Könyves-Kálmán körút kereszteződésénél a korábbi baleset, ha minden igaz, 3 autó ütközött, miatt elég nagy dugó van. Már gyakorlatilag a stadionoktól lépésben lehet az Üllői út felé haladni. A Kőbányai keresztezés után megszűnik a dugó, tehát csak odáig van, de 3 sávban lépésben lehet haladni. És ez a Rákóczi híd felé van, ugye?
Igen. Na most az a baleset, az 17:30 megvolt. Ott csattantak össze előttem. Igen? Aha. Te volt az okozója, és elhagyta be ezt? Nem, a húzott vicce, ezt kicsit bevágtam. Kicsit meg, igen, nyomtál egy kövéret. Jó, a srácok, osszátok a dolgot. Az ides tova másfél órája. Az igen, én 50-kor jöttem el, 6 óra 50-kor jöttem el ott a keresztülésben, és egy autó még mindig ott állt, akkor próbálták meg kihúzni a középső sávból. Ha ez nem jó. Miki, köszi, hogy elmondtad, jó utat. Nagyon szívesen, szép napot. Köszi neked is, ciao, hello. Hát mondjuk, nem tudom, figyeljétek az összefüggéseket. Ugye ma a Feri ott volt, amikor összecsattant ez a két autó. Tegnap a robbanás helyszínén haladt át. Nem lehet, hogy valaki rád vadászik? Lehet, egyébként ki akarnak nyírni. Sanszos, hogy téged akarnak eltenni lából. A robbanást megúsztad, a balesetből pont kijöttél, most leesik egy tégla, pont nem rád esik majd a háztetőről. Új, és Laci most ment ki, szegény. Bocs, Laci! Igen, valami nem stimmel. Téged akarnak kérni. Lehet, ez benne van simán. Simán kicsit az... korábbra időzítették a robbantást. Felvásároltad balesz... valaki elől az utolsó szerános sonkát? Mi történt? Berágtad rá a piacon, mert elvitted az utolsó fekete retket? Elhajtott az utolsó mangalicát. Igen, megetted az utolsó zsíros deszkát? Vagy mit csináltál? Miért van nem ez? Nem tudom, de nagyon csúnyán kihúzta. Valami igen, valami nem stimmel. Folyamatos szemtanú, nem? A robbantás az. Pont akkor hagyja el, még hallja, a baleset mögötte történik. Az ezüstérmes valami főzőversenyről, amit megnyert nem régiben a Feri, de már nem is beszélt róla, mert annyira megszokott és hétköznapi. Hát... De akkor miért nem valamilyen stílszerűbb? Mi lehet a holnap? Mozart, hogy ráadásik a tizedikről egy disznóba. Mangalica ütötte el. Figyelj, ha holnap is lesz valami, én azért már elkezdeném gondolkodni, hogy vajon kinek ártottam a múltban. Igen. Jó, rakjuk össze a szálakat, mert eddig tényleg én vagyok a központi elem az elmúlt két napban. Igen. Ma nem szabad utcára menned meg sehova. Jaj. Nehogy valami történjen. Így van. Maradjunk itt a kádióba. Igen. Csabival. Csak nekünk lett bajunk. Igen. M6-os főjárható Pakstól Pest irányába, szép napot nektek. Tomi küldte nekünk. Váci úton áll a forgalom. A Megyeri út is torlódik emiatt. Nem tudni miért. Aztán hát itt már mindenki Ronaldo mezben ég. Már 10 éves Real Madrid medált gravíroztattam szüleim hatalmas örömére. Kérlek szépen, hogy hadd legyen az enyém, segítsetek. Jó a műsor, Máté írta nekünk. 9 után döntjük majd el, hogy milyen mezt szeretnénk, és azt, hogy és milyen formában adjuk oda, mert több mindenből tudunk választani. Tehát itt tényleg habzsidőzsi van. De utána ezt az ott habzsidőzsi. Stadionoktól a Népliget felé csak lépésben lehet haladni. Ez Szörfös küldte nekünk, köszönjük szépen. És Kaposvár Nagykörnyizs a 61-es tiszta balesetmentes, írja Csongi. 67-es úton Szigetvár után a 8-as és a 9-es kilométer között a forgalmat mindkét irányba megállították. Üdv, valaki nem írta alá, és most csajok beindultak, hogy ők is szeretnének játékra jelentkezni. Hát a következő az Óbem bácsi Beru néni, nem? Igen. Így van. Igen. Utána pedig egy jó hármas ugrás. Egy jó hármas ugrásra lehet még jelentkezni. Az Alfát kéne alkatrésznek, Feri, így a kopasz úr. Látod, annyira jó. Ez is csak ez bizonyítja. Igen. Mi azért nem jelentkezünk játékra, mert mi már ilyenkor dolgozunk, írja egy női hallgató. Igen. Jani azt mondja, hogy kimondta nemet, nem mondott ki semmit. Visszahallgattuk, csekkoltuk, sólyomszem, challenge, mind igen. Meghallgatta. Az igen, megnéztem. Az nem igen volt, hanem igaz. Igaz az a városi legenda, hogy... Így van. Nadal félregyúrta az egyik bicepszét? Igen, ezt sokan igennek hallották, de nem. Na, hallottátok ezt a történetet a Börzsönyben kint éjszakázó édesapa a két gyerekével? Mínusz nem tudom hány fokban a vaksötét kellős közepén bolyongtak egyébként a Börzsönyben, és órákon át idelektek a mínusz 10 fokban, úgyhogy körülbelül kiderült, hogy egyébként 200 méterre vannak attól a vendégháztól, ahova vagy elindultak, vagy kerestek, vagy nem jutottak el odáig. És kint éjszakáztak. Hála Istennek jó a sztori, mert ugye mindenki megmarad, de ha most ez a kis túra a mínusz 10-ben, a napközbeni mínusz 10-ben zajlik, akkor azért már neccesebb a történet. Hát picit benézték itt-ott. Tehát több pont van egyébként ebben a sztoriban, ahol ők elnézték a vonalat. Tavaly volt egy olyan eset, hogy a Magyar Honvédség az egyik ilyen hétvégén kis túlélő összeröffenését lefújta az időjárás miatt. Mert hogy hideg volt, hogy túlélő. Vagy hívják a túlélő versenyt. Az nem játék ott fönt a Börzsönyben, igen. Vasárnap vágtak neki az erdőnek egy palack vízzel, és azért, hogy a hétvégét túrázással töltsék. Király létnél letették a kocsijukat, és bevetették magukat a sűrűbe, hogy akkor indul a túrázás. És estig nem kerültek elő, a gyerekek édesanyja felkereste a közeli turistaházat, de kiderült, hogy nincsenek ott. És
hát mama elkezdett gyanakodni, hogy valami nem stimmel. Térerő zéro, nyilván. Térerő semmi, nem volt náluk lámpa, nem volt náluk semmi, és értesítették a rendőröket, a katasztrófa védőket. Helyi vadászok is bekapcsolódtak a keresésbe, és azért nem találták meg őket egyébként, mert folyamatosan mozgásban voltak. Tehát a csoport kereste őket, aha, a család ugye meg folyamatosan jött-ment, megpróbálták megtalálni a kiutat. De hogy azért, azért elgondolkoztam, hogy ott vagy, nem tudom mekkorák a gyerekek, hát nyilván 10 évesek, nagyon nagy túrára egy 5 éves azért nem indulsz el, nem? Hát egy éjszakaira nem. Egy éjszakaira nem. Bár ők se arra indultak. Bár igen, nem ez volt a cél. De hogy mit tud összeszedni az ember egy ilyen túlélő műsorból, hogy mondjuk 2-10 évessel mínusz 8 fokba túléld az éjszakát? Tehát mit kell csinálni? Próbáljuk magunkat beleképzelni a helyzetbe, hogy például folyamatosan mozgásba vagy, ezt vagy bevackolod magad, és ásol egy lyukat, bevermeled magad, és betemeted a gyereket, meg mellé ja, fekszel. Igen. Én ezt csinálnám. Tehát én azt csinálnám, hogy oké, eltévedtünk, ásunk, belefekszünk, és melegítjük egymást. Mibe fekszel bele? Meséljél már. Á, most próbálok, nem tudom, laikusként. Hát, ha együtt tévednénk el, akkor ugye ott van Feri kabátja, Ferit megeszünk, a kabáttal letakarozunk. Én feladnám ugye a vegetáriánus életmódomat, hogy túléljem. Ez az erdőben találsz. Ferit azonnal megenni. A menedéképítés az az első mindig. Tehát én mindig menedéket kell építeni igen. Először? Erre a megevésre csak annyit, hogy én vagyok az egyetlen, aki el tudom saját magam készíteni ármunk közül. Mondjuk az is igaz. Ugye? Hát akkor Feri, elkészítenéd a balkarodat? Na de hogy építesz menedéket? Tehát ugye folyamatosan mozgásban lenni nyilván nem jó. Tehát megpróbálod a gyereket meggyőzni arról, hogy akkor vackoljuk be magunkat valahova, nem? Hát a keresés szempontjából nem jó, viszont ugye a kihűlés szempontjából meg jó, ha mész. Tehát, hogy addig ugye a nagyobb rész nagyon elfáradt szerintem, az és ha nagyon elfáradsz, jobban kihűlsz. Aha. Én keresnék egy ilyen kis bemélyedést a föld, a két szaki fő, ugye? A földbe, és akkor afölé ágakból barkácsolnék egy... Na de hogy? Nincs állatkés. Nem elkezded letördelni az árakat? Hát, mit csinálsz? Ők nem voltak túlrutinos túrázók, hogyha ezek a dolgok nem voltak náluk, tehát hogy egy elemlámpa meg egy kés, azért azok alapvető meg tűzgyújtó eszközök, azok alapvető dolgok, hogyha az ember mondjuk hosszabb túrákra megy, mondjuk ők nem így tervezték. Igen, valószínűleg volt náluk valamiféle kis térkép, lehet, hogy a fater azt mondja, hogy úgy ismerem, mint a tenyerem a környék, gyerekek, érted? Bármikor rájutok A-ból B-be. Hol vagyunk, Istenem? Igen, de gondold el, hogy ez a dolog onnan indul, hogy egyszer csak két gyerekkel rájössz, hogy eltévedtél. És lehet, hogy nem fogsz kijutni az éjszaka az erdőből. Nem? Most így sokan mondják, hogy hát, jó kaland. De amikor az egyik gyerek szól, hogy papa, éhes vagyok, a másik gyerek, hogy apuci, nagyon fázom. És elkezdenek sírni, mert mondjuk megijednek, és ott vagy az éjszaka közepén két gyerekkel, azonnantól kezdve lehet mondani, hogy nem vicces. Én azt mondtam volna, a humorfaktor ebben viszonylag kevés. Az egyik viszonylag éhes, a másikuk pedig fázik, akkor vegye példát róla, ő például nem éhes. Vegye példát róla, nem fázik. Merítsetek erőt egymásból. Oké, nézzük. Ott vagy két gyerekkel. Nincs nálad semmi. Elkezdesz késsel kiásni egy gödröt? Nem. De akkor azt mondom, kézzel bocsát, igen. Tehát lekaparad, mit csinál? Fölmászol egy fára a vadak elől? Nem, megtisztítasz magadnak egy területet az avartól, mondjuk egy hogy fa mellett közvetlenül, igen, hogy elsepergetek ott, hogy mit csinál? Az avart nem szeret, de hát azon fekszel, az puha meg meleg az avar. Ne, hát a legjobb esetben ez mondjuk így, meg jobb, hogyha ott tiszta, és nincs alattad semmi. Nem valamilyen nyírkos fágokra, vagy nyírkos levelekre. Nyírkos föld jobb. Hát szerintem jobb. Igen? Igen, jobb. Hogyha oda fekszem, és magam mellé húzom a két gyereket, most melegítjük egymást. Most induljunk ki az őszből, meg a télből, tehát hogy ha viszont nyár van, akkor persze, akkor alapvetően neked kell építeni mindenképpen egy menedéket, azt meg tudod oldani mindenféle ágakból, amiket letörögetsz itt, ott. Mi van, ha felmászom egy fára? Lehet, hát akkor ez vagy. Szerintem ez vessük el. Nincs olyan vad, amitől félned kéne az erdőben. Benne valahogy az, hogy a két gyereket föl a fára, tudod, gyerekek, nem mozduljatok, apátok elment vadászni. És megpróbálod a vadat becserkészni. Nyilván nem. Szóval eltakarítom az avart, és... És akkor megpróbálsz ilyen nagyobb gajakból, meg ágakból egy ilyen kis esővédőt, vagy esőfogot építeni valamelyik fa köré. Oké, nézzük meg most jelen pillanatban, kinek mi van a zsebében. Tessék, tehát hogy ott vagy mondjuk, én körbe így indulnék el túrázni. Ja, kapucnis, pulóver van rajtam, egy farmer, egy túrabakancs, én pont jó túrázós vagyok. Tehát én így végig. Nagyobb összegű készpénz, de az nem jó. Van nálam KP, meg vagyok vele előve. Elnézés, szobapincér. A tűzrakás jól jöhet. Jó, akkor oké. Na,
Megcsináljuk. A tűzrakáshoz jól jöhet, mert hogy ugye oda, hogyha sikerül tüzet csiholnunk, akkor a parazsat, illetve a parazsal, majd meg lehet gyújtani a te 5000-eseidet. Oké, okay. Ezres van nálam, meg pár 500-as van nálam, egy zselé szaloncukor papír. Egy zselé szaloncukor papír, ezt ma reggel találtam, és elfogyasztottam egyébként, azt bűnöztem tudom, egy kicsit. Csak ide. A zselé szaloncukor? Az jelzésre. Leginkább állatokat megmérgezni sajnos, mármint a beltartalmát illetően. Kitekered a belső részét, ami fényes, ha fölmászol egy fa tetejére, történetesen süt a nap, akkor ezzel jeleket adni a téged keresőket. Nézd már meg, hát csillog. De már akkor belőle, ha kiharapom az SOS-t, és lerakom, hogy a nap megsüsse, és nagyon akkor... Nagyon jó vagy. Júj, és ha úgy rakod ki, akkor ez felvetíti a felhők a nagyban. Ez arra lesz jó, hogy majd mondjuk, amikor már nagyon-nagyon kész vagyunk, akkor előveszük a szaloncukros csomagolást, elkezdjük nézegetni, a karácsony, ettől elkezdünk majd sírni, zokogni, gondolok az otthoniakra, és az okokástól felmelegszünk. Igen. Jó, de jó volt a karácsony. Istenem, jó. Oké, ott vagy két gyerekkel. Meleget kell csinálnod, ugye? Nem biztos, hogy megtalálnak, túlélhető az éjszaka, tehát itt azért nem arról az, hogy a Himalájába tévedtek el, és az, hogy hónapokig. Valószínűleg gondolt, hogy reggel megtalálnak. De mégis mínusz 8 fok van, sanszos, hogy ki tudsz hűlni. Nem? Igen, két gyerek igen. Nagyon könnyen ezért kiút. Középre kell feküdni, hogy a két gyerek melegítsen oldal. De most tényleg mi van? Komolyan le kell feküdnem utána megtisztított területre, és magamhoz ölelni a két gyereket, és egymás hőjét bentartani? Igen. Na de hát pont ezért kéne egy kis zugot csinálnod valamit. Én ezért mondtam, hogy egy olyan bemélyedést kell keresni, mert a medve is úgy éli túl a telet, hogy begubózik egy ilyen kis helyre. Hát igen, de a medve előtte azért fogyaszt egy sokat két dolgot. Igen, de hogy a saját hőjével fölmelegíti egy picit azt a bizonyos ízét. Hát ráadásul te is tudod, hogy a hideg levegő megtölti ezeket a vermeket, tehát az sokkal hidegebb lesz, mint hogyha te kifekszel. Mi van akkor, ha összegyűjtök kis köveket? Lerakom a két gyereket valahol. És építesz egy menedékház. Lerakom a két gyereket valahol, és mint Jancsi és Juliska 10 méterenként eldobok egy követ, és azt mondom a gyerekeknek, hogy nem mozduljanak. Az nem jó, mert akkor már két gyereket is elvesztetted, ez nem jó. Megpróbálok valahol térerőt keresni, ha mondjuk nem lemerült a telefonom, csak nincs térerő. Vagy megnézem, hogy merre van észak, és elindulok abba az irányba teljesen egyenesen. Aha. Hát, hogyha van telefonod, lemerült, vagy nem volt térerő. Tehát benne az erdőben nem volt. Hát akkor már jó is vagy egyébként, mert ha van egy telefonod, hát meg egy késed, akkor igen? A telefonnak az aksiával, meg egy késsel tüzet csinálni. Persze, a telefonnak az aksiával, meg a késsel? Igen. Hogy? Szétvágod az aksit. Akkor abból hogy hívják? Na, vegyed elő a telefonod. Zárlat lesz, és hát most komolyan fog vetni. Ha nem lenne ilyen drága, most magam, hogyha most csinálsz tüzet az aksiból. Most odaadom cashbe a telefonod árát, és csináljunk belőle tüzet. Egy régi ilyen 1000 éves valamit használsz, azért nem kár. Rohadtul nem adom oda, hogy szétvágjuk. Na, de. Tessék, csinálj nekem tüzet. Hogy van? Ezt láttam a Bear Grylls-nél. Várjál, szétvágod az aksit. A késsel szétvágod az aksit, igen. És ezzel zárlatot okozol. Emlékeim szerint. Ezt egyszer tudjuk eljátszani, megy mobilunkon. Apa, mit csinálsz? Még van benne térre, hogy fölhívhatnánk anyát. Nyugi, apát tüzet csinál. Apa, megcsinál. Igen. Apa, most már se tűz, se telefon, semmi. Ez nem lenne túl sikeres. De anya most hív. Majd bejövök. De már szétvágó láttam a Bear Grylls-től, így kell csinálni. Figyelj, hoztam én két olyan fontos dolgot, ami szimulálhatja azt, hogy tudunk tüzet rakni. Aha. Az egyik egy edény alátét. Így van. A másik pedig... Én mindig viszek túl. Igen, meg egy dobverő. Egy dobverő. Meg még inkább hozol. A másik pedig elhoztam a hírigazgatónak a dobverőjét. Hát ugye, mint a busmanok, tudod, így megfogod, összedörzsölöd a kezeddel. Igen, melós, de meg lehet csinálni. És elkezded dörzsölni, ugye? Aha. És ezzel szépen előbb-utóbb tűz lesz. Ha 10 percen melós. Belül füstöt csinálsz, füstöt, és adok egy 500-ast, jó? Ne. Akkor egy papírdarabot, jó? De várjál, pénz van nálam. Tehát most, ja, mondjuk az igaz. Tehát most van nálam 500 forint. Uh-huh. 500 de mi van, ha aznap a bankkártyádat hoztad el? Akkor az akkor gyújtjuk meg. Akkor a hamut felszívjuk. Itt van ez a lapos edény alátét. Itt igen. Van ez a dobverő. Elvégben meg kell tudunk csinálni, két száraz fadarabról van szó. És az egyiknek az alakja ráadásul ideális. Azért hoztam, igen, ezt ugye tudod dörzsölni. Ezért menjetek a garamival túrázni, ala mindig vannak dobverők. Ha 10 percen belül csinálsz nekem füstöt, nem is kell, hogy égjen itt a füstöt, amit eszel is szól, amit kérsz, egy kívánságodat teljesítem, az évben bármit. Jó? Aha. Jó. Tessék. Apa, csinálj tüzet nekünk. Nagyon fázunk, apa. Légy szíves. Nézd, itt van húzod egy... Húzodjunk, addig összemelegítsétek egymást. Baláska, leheld a Ferikét, Ferike, leheld a Baláskát. Nem ábraszalkodni. Aki csendben van, csokit kap, holnap hazaérünk. Aha. Miért kell föntről lefele dörzsölni? Tehát az miért jó? Hát, hogy kihasználjam a hosszát. Miért, ha együtt, még van egy partvisunk is, illetve egy söprünk. Nyomnod kell rá. Nyomnod kell lefele? Igen.
A központi nyílásba behelyezte a dobverőjét János, és most már átfúrta az asztalt is, de lángnak még nyoma apa, nincs. Apa, hiányzik anyu. Ez már nem vicces. Mit csinálsz? Gondolja, hogy milyen szép a börzöny. Itt állítólag van a kiúzok is. De ott egy ulacskaja, az nem az volt. Vadász le, apa, vadász le, éhes apa, vagyok. Apa, nem hiányzik anya főztje. Egyél egy kis zuzmót, mohát, amit találsz. Nézd, mi az ott mag? Jó, hoztunk neked pár száraz gajat. Ilyen, ez a fenyőfáról szedted? Nem, ez egy ilyen seprűből. A seprűnek. Seprű is mindig van nálunk. A tor részéből. A büdös életben nem fogod ezt meggyűjteni. Viszont olyan alkalom lesz, mint Popeye. És ez meg vagyunk. Tulajdonképpen mi a fizikai törvényszerűség, hogy felmelegszik maga a dörzsölés? Az a baj, hogy minden egyes alkalom, amikor kiugrik ebből a kis nyílásból a középen, akkor ott az a rész egy picit hűl. Ez iszonyú melós amúgy. Nyomjad csak, aha, jó lesz. Nyomom. Jaj, bakker. Na, hát az egyik gyerek megfoghatja fölül a pálcát. Bergrész mit mond erre, hogy mit kell ilyenkor csinálni? Tehát lefeküdni tényleg is behúzni? Szólni a stábnak, hát ha van valakinél gyufa. Igen, na most ha én megyek, nálam van tűz, tehát én már egyel bejjebb vagyok nálatok. Igen, mert ugye te dohányzol, te valószínűleg van egy öngyűjtő. Jani, nálad mindig van? Mindig van nálam ilyen kis doboz. Hogyha ilyen túra van, akkor én viszek magammal egy ilyen kis túlélő dobozt, amiben van tűzgyújtó eszköz. Az utolsó lenne, amit vinnék magammal egy családi kirándulásra, túlélő doboz. Te viszel egy kis dobozt? Ha, de kicsi egyébként, akkor mint egy mobil. Kb. Csak picit vastagod. De mit tudom, elmentek a egy vadasparkba oda is vissza, hogy hát nem. Eltévedtek a vadasparkba? És mi van, János, mi van benne? Mi van benne? Mi van a túlélő dobozodban tényleg? Ó, rengeteg minden. Abban van egy kis tájoló, van benne egy kis kés, a kisben van egy pici ellenlámpa, van benne egy kis fólia, van benne... Az a baj, hogy te kicsit várod már, hogy még egyszer eddig vegyetek. Tehát, hogy te úgy mész neki minden túrázásnak, hogy hát összén a régi nagy álmod, ami 30 évet nem sikerült, hát ha most fogtok eltévedni, csak a virág még nem elég nagy, hogy ő ebbe benne legyen. De erre te kicsit te vársz, nem? Hogy eltévedjetek. Hát igen. Málig várom tényleg a zombi apokalipszis. Szóval, ha segítsünk. Apa, a Jánosik így túráznak. Apa, apa, letértünk a nyomvonalról, nem arra kell menni. De hogy is, nem, majd mutatunk magunknak. Apa, ez már nem vicces, 10 perc, nem láttunk jelzést. Te meg örülsz magad, hogy végre eltévedtél. Meg kell lennünk anyádat. Mondjad, Anna. Beszéltem Balázzsal, és azt mondja, hogy igen, az életben nem fog... Igen, itt ülök melletted, szoktunk beszélgetni. Igen. Azt mondta, hogy soha nem fog így meggyulladni, hanem hogy legyen példa előtted a Számkivetett című film, hogy Tom Hanks gyújtotta a tüzet, mert itt csak véres lesz a kezed. Kell állítólag alá egy ilyen V alakú valami véres kis... Véres lesz a kezem, mitől egy dobverőtől? Igen, ettől a dörzsöléstől. Habár tényleg eszembe jutott Dave Lombardo, és az a híres Slayer koncert, amikor véresre dobolta a kezeit vele. V-alakú alátétkés, abba rakta bele a Tom Hanks a szigeten a szalmát, vagy ezeket a kis vékony bigyókat, ami meggyulad, mert... és nem vízszintes az alja. Figyelj, neked a szalmának találkozni kell azzal, amit meg akarsz gyújtani. Te ne a lyukat dörzsöld, mert az nem fog meggyulladni soha. Nem jó a technikád, Jani. Hát a két fa összedörzsöléséből van. De figyelj, ott kell legyen, azt mondja a Balázs, és én hiszek neki, már nincs előttem annyira a Számkivetett című film, hogy ilyen V alakú, akármit tett oda a Tom Hanks, és abba tette bele a függőleges pálcát, és föllemozgatta, és attól a dologtól gyulladt meg tulajdonképpen a kis szalma, vagy ez a vékony kis fűszer. Nem fog menni. Nem, melegszik. Jani, csak szólok, így Bernek egy órába telt a tűzgyújtás így a műsorban. Ha, és ha az vágott egy óra volt, akkor az bruttó kettőbe állt meg. Tehát azért addig az a tenyered, az kemény, de hogy azért az dörzsölheted egy ideig. De ezt nem fogod tudni meggyújtani. De két fát összedörzsöld, akkor is megy. Húzogasd az egyiket a másikon. Nem akarom. Mekkorák voltak a gyerekek? Tudjuk, mekkorák voltak a gyerekek? 8-10 évesek? 10. Az jó, az már nem esik annyira pánikba. Ők már egy pici kalannak fogják fel az egészet. Igen, az már nem egy akkora. Az biztos egyébként, hogy nem jó, hogyha ilyenkor kószál az ember. Persze, hogy tartja az emberben a lelket a dolog, hogy majd megtaláljuk, hát ha találunk valahol egy kék, vagy egy zöld, vagy egy piros jelzést, ami egy menedékházhoz vezet, de hogyha te eltévedtél nagyon komolyan, akkor talán jobb, hogyha egy picit így egy helyben maradsz, mert hogyha már keresnek, akkor az megkönnyíti az ő. Gyerekek, nekem a Brad Pitt megmondta a zombi filmben, hogy aki mozgásban marad, életben marad. Aki megáll, az meghal. Én innentől kezdve mennék. De ami eltéve túrázóinkat is üldözték? Igen, nagyon csúnya, nagyon agresszív zombi. Hát nem tudom, hogy mit csinálnék. Hát mondjuk, mivel a kocsit 2,5 kilométerről is látszik még. Igen. Én mindig úgy túrázom a családdal, hogy mindig halljam a riasztót. Rányomok egyet, még hallom a riasztót, jó, még a csip-csip. Igen. Apa, eltévedtünk. Csip-csip. Jó, na jó, akkor elég a túrázásból, ki az erdőből. Na jó, elég ebből, eleget túrázzunk, irány a kocsiba.
Vajon meleg van-e már az autóban? Ha, és akkor mikor találták meg őket? Reggel? Aha. Nagy rendőrségi keresés? Ilyenkor kiállja a ceket? Tehát én bemegyek, eltévedek, és a rendőrség nagy erőkkel kutyával mindenki nyomoz, akkor az állam meghívott egy megtalálásra? Vagy ez ilyenkor hogy van? Vagy utána, utána volt-e túrabiztosításom, vagy ilyenkor ingyen megtalál az állam, és jövök nekik egy ilyen. Szerintem ez benne van a TB-be. Nyilván, abban annyi minden benne van. Tehát az SZIA-ban van egy ilyen egyszer megtalálunk adó, és akit egyszer megtaláltak, azt nem találják meg többször. Igen, és hogyha ha esetleg meg nem fizetsz rendszeresen TB-t, akkor visszavisznek ugyanoda, ahol megtaláltak a két gyerekkel. De bekötött szemmel. Szóval ezek, hogy találj ki egyedül. Nem, mire gondolok? Hát van, kutyával keresnek, van, amikor már helikopterrel keresnek, határőrség, tehát ennek súlyos költségei vannak. Jók vagyunk-e az államnál egy ilyen eltévedésre? Szerintem igen. Zavarjuk össze őket, menjünk ki 2 millióan, és tévedjünk el mindannyian. Hm? Na? Keressenek már meg! Nézzenek utána a napnál! Gyerekek, 30 éve fizetek TB-t, még soha semmi bajom nem volt. 96 óta minden egyes rohadt fillért befizettem, és inkább túlfizetéseim vannak. Találjátok már meg! Mit tartozásaim? Nekem ez jár! Kussolj már, tűnj egy gyerek ki a vendégházból, tudod. Aludni akarunk! Igen. Ne ordíts az erkélyeden. De nem, tényleg ez hogy van? Van egy ilyen egyszer az állam megtalál című dolog? De másodjára eltévedsz, ott maradsz? TB? SZIA? Hogy van ez? Ki fizeti? Erre a családra rávágták azt, hogy mindig 50 ember kereste őket? 8 órán keresztül? GPS-szel, tűzoltóság, katonaság, mindenki kivonult. Hát csak valami eltűnt alap beszállt, vagy mit tudom én, nem igen. Tudom. Igen, a Trütkó alapítvány. Eltűntél, megtalálunk, hát hazahozunk. Nem tudták a Trütkó számát, ő hazavitte volna. Na mindegy, érdekes. Egyszer én is eltűnök akkor. Egyébként a fára mászás annyira nem rossz ötlet. Én mondtam, tehát két gyerek föl a fára, megyek én is utánuk. Találsz egy igazán masszív olyan fát, ami szerinted el is bírja a súlyodat, és jó magas, akkor, és esetleg találsz valami tereptárgyat a környéken, azért lehet, hogy el tudtok jönni. De hogy menjek föl a tetejére, és nézzem meg, hogy hol vagyok, vagy miért kell felmennem a fára. Igen, meg tudod nézni, és akkor körbenézel, és akkor hátha. De általában, én legalábbis úgy tudom egyébként, hogy már a 10-es években is úgy emlékszem, hogy Lenin elintézte, hogy a Szovjetunióban minden faluban legyen világítás. Szerintem Magyarországon is már. De és akkor meglátod a videót, és arra eljutsz. Igen. Szerintem megoldható. Na jó, hál' Isten, megtalálták őket, de azért ez nagy kaland lehetett. De akkor indulj ki a jövőben is tényleg abból, amiből eddig is, hogy ahol elfogy az aszfaltot, vége a civilizációnak, ott neked semmi keresni való nincs. Gyerekek, én addig megyek, amíg van, ott ha van egy ló, arra ráülök, de erdő, bogáncsba lépsz, meg kullancs, ne, hagyjuk ezeket. De tényleg, ilyen veszélyes ragadozáldok, mint a góbarcs, meg... Tényleg a bodobács bogarak, meg ha hagyjuk ezeket. Vélegző bodobácsok, ahogy járják az erdőt áldozat után. Tehát lefekszel a földre, a bodobácsok a bőrsönybe földzabálnak, ha kell. Hát ha még csak földzabálnának, de nem tudom, hogy ha találkozna a bodobácsok, akkor ha van két bodobács, ők mindig reszelnek. Érted? És képzeld el, hogy valami komolyabb bodobáccsal találkozik. A bodobácsnál nincs kanosabb bogár. Én nem láttam még úgy bodobácsot, hogy egy másik ne legyen a hátán. Azok állandóan szaporodnak. Mondjuk sokan is vannak, tehát megértem én. De például a szaporodó pókokat én még életemben nem láttam. Ezek a bodobácsok állandóan. Bodobácsok állandóan egymáson vannak. Ezek állandóan. Hát vagyis tök sokan rokkant bodobács és viszik a másikat. Vagy csak az apja viszi a fiát című játékot játszanak, vagy mi az, igen. Na jó, van, 7:30 pontosan, 3 perccel Óven bácsira lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel! Itt vagyunk, és arról beszélgetünk, ugye, hogy a Börzsönyben a szabad ég alatt éjszakázott egy apa 2-10 év körüli gyermekérel, és hideg volt, de megtalálták őket reggelre. Nem estek pánikba, folyamatosan jöttek-mentek, és arról beszélgettünk, hogy mit csinálnánk, két kevésbé rutinos túrázó, meg egy nagyon rutinos túrázó. Hát nyilván Janinál, ugye, ha csak, mit tudom én, az ecseri piacra megy, akkor is van nála egy túlélő felszerelés, tehát őt nem lehet zavar. Értem. Mert téged nem lehet zavar hozni. Igen. Fölülsz a 3-as metróra, neked az egy harc, tehát hogy bekered magad. Viccelsz? Ott van a túlélő felszerelés, tehát veled nem szórakozik senki. Ha én Imre központot elhagyom, érted, akkor ott már. Igen. Elmentek a fővárosi állatkertbe, te oda felszerelkezelnek, tehát oda nem mész be, csak úgy, ki tudja, hogy ki tudsz jönni. De mi azért nem vagyunk annyira mindennapos túrázók. Szoktunk menni, de szándékunkban áll kijönni. Nálam is van, hogyha mi megyünk, akkor én is viszek mindig minden fontos dolgot. Cigaretta, öngyűjtő. Egy üveg pálinka, persze. Az jó hideg ellen, a viccelsz. Figyelj, te már jobban előnybe vagy, ugye a cigi meg az öngyűjtő, már legalább tudsz tüzet rakni. Így van. Ferinél jobban senki sem készíti el, és változatosabban és ízletesebben a légyölő galócát. Gyerekek, az utolsó vacsora legyen finom. Ha 3-an tévednénk el, megmondanám, mi lenne a szereposztás. Te tüzet csinálsz.
Feri elkészíti, én meg, aki reflexíjjal elég sokat lőttem régen, én azt mondom, hogy maradjatok itt a feneketeken, semmi idegeskedés. És meséltek arról, ha lenne most egy reflexi. Semmi idegeskedés, tessék, mindenki nyugodjon le egy kicsit, Balázs elment vadászni. Csinálnék egy ilyet, csinálnék. De miből? Hát egy köteled nincs, ami idegnek jó. Igen, elszakadt az ideg, eltört a fa, ez van, srácok. Fűzfa vesző. Jani, kész van a menedék? Kész van a menedék. Hol a kocsi? Az iskoláját már valaki, mentsen már ki. Fűzfa vesző. Találnék egy ilyen kis jó kis szép fűzfágat, megcsinálom az ideget, fölhúroznám. Egy óra múlva ott lenne a nyúl. Aha. Kilehelve a lelkecskét. Te már fúszhatnád nyársra. Hát igen. Utána meg is sütnénk. És miből készítették annak idén a legjobb minőségi idegeket? Például bélből. Kinek van a legtöbb belehármunkat? De akkor megint kicsinálja meg a nyulat. Bocs, Feri, ne arra, látok egy nagyon-nagyon szép nyulat, le akarom lőni, de kéne egy kis ideg, úgyhogy felvágnám a beledet, hogy tudjak belőle egy ideget csinálni. Ja, hát nézd, Feri, fadmangalicák! Én mindig mozgom. Hol lehet, Jani, hol lehet a vékony bele? Jani, szerintem egy hétig nem jutunk ki, menjünk rá pufira. Mondjuk figyeld, az Életben maradtak című filmben is, ugye az argentin rögbi csapat előbb-utóbb kénytelen volt megenni egymást. Remélem hármunk közül azért, hogy tudod, hogy neked bánná a bal lábad legelőször. De miért is? Jani, alszol már! Alszol már! Fél kicsit fázok, tudnál még szerezni rőzsét? Addig vigyázok a menedékre. Na, Bear Grylls azt is elmondta, hogy fogj egy kígyót, hámozd meg, vagy mit csinálj vele? Igen, ez a jó kifejezés. Az húzd le. Vagy igen, a kígyóborkát meg nyúzd meg. Bőrözd meg, nyúzd meg, pisi bele, és van egy kulacsod. Tök jó. Teljesen reális, nem? Nyilván aha. Az első gondolatom az lesz, hogy aha, hát mibe fogok belepisilni? Ho-ho, ott egy csörgő kígyó. Hopp, elkapom, gyorsan meghámozom. Na, is már mondtam, is kész van kell? A kulacs. És azt is mondta ugye, hogy litium ionos aksib, amit te mondtál. Beledugom, utána megnyúzom, vagy fordítva. Na mindegy, beledugom most. Rakom bele. Igen. A litium ionos aksiból csinált ő tüzet, ugye? Igen. Hogy csinálta? Hát egyszerűen belevágta a kését. Belevágta a kését, és valami kis száraz mohát gyűjtött, amit sikerült meggyújtania. Papírdarabot nyilván nem lehet vele meggyújtani, de hogyha együtt megyünk, akkor majd arra mindenképpen figyelek, hogy pont a nehéz napokon megyünk, akkor meg van nálad adta. És akkor tudod, hogy nagyon hisztis vagyok, úgyhogy azt nem annyira szeretem. Gyerekek, nekem ez a Bear Grylls úgyis több szempontból gyanús. Kést ide. Van egy régi telefonod, most ne bánjad. Majd de régi, ennek... de jó. De jó, hát de nem a telefonodat nem akarom ez... tönkretenni, csak az aksidat. Ne sajnál. Na de mi van, ha van térerő? És de már nincs. De nincs térerő. Kést ide. Figyelj, után buktassuk már ezt a belőle. Micsoda? Egy utángyártott. Vendégem vagy aksira. Na, ha szikrázik, kifizeted. Jó, ha szikrázik, akkor okay. Ezt is begyártott. Tehát Bear Grylls azt mondta, hogy ha van nála egy litiumos aksi, belevágsz egy kést, az szikrázik. Na, van késünk? Várjál, hozunk egy kést. Van kés, szerintem itt a száríton. Mi nálad nincs kés? Mit? Hogy ne volna? Hogy nincs nálad? Van, de most a kis pici van nálam. És a szikra az mit csinál? A szikra nem tud tüzet gyújtani. De a szikra meggyújtja a kis mohát, a száraz mohát, amit feltettél. A száraz moha elkezd égni, arra vékony ágakat. Vagy adsz majd egy tincset a sírodba. Na, lekapcsoltuk a lámpát, ez egyébként így hangulatos. Tessék, ha csinálsz 5 darab szikrát a vendégem vagy az aksira. Nézzétek, remélem, nem ég le a kezem. És ő azt mondta, hogy nyilván leég. Na, mit vágjál bele, ha nincs nálad kés? A Bergnis nem mondta, hogy mindenkinek van egy kés automatikusan? Igen, az éles nyelvedet. Az itt teljesen egyértelmű, hogy van nálad egy kés. Nem, hát ez alapvető, tehát egy túrázó nem menjen sehova kés nélkül. De már kés is van nálam, mert jó túrázó vagyok, akkor már tűzsiholó eszköz is van nálam. Ja, igen, meg egy, hogy hívják, meg egy négykerék meghajtású kvad is. Igen, és a kedvenc lovam is ott van velem, nehogy valami nagy baj történjen. Jó, csinálunk belőle videót, leszettük az aksit. Igen. Egy rohadmányos szikrát. Ja, bárja, nem volt hiteles. Igen. Apa, ez már nem vicces, csinálj szikrát. Jó, én vagyok a gyerek, mondott, hogy legalább lesz egy kis tűzijáték, hogy megnyugodjak. Jó, látod, hogy sírok, apa szikrázni fog. Apa, mit csinálsz? Ferének tök jó védettsége van, valahogy te védőszemüveg. Én már látom, hogy az egyetlen szikra jön ki, és az a bal szemembe fog battalni. Az nem baj, mert kiesik a szemed, én meg is eszem, mert az fehérje. Apa, ez már nem vicces, mi történt a szemeddel? Jó? Tehát mit csinálsz? Mindegy, melyik oldalába nyomod bele? Ja, szerintem az teljesen mindegy. Teljesen, gyerekek, jó. azért, mert egy tévében van egy csávó, ne higgyetek el neki mindent. Biztos, hogy egy rohadt szikra nem lesz ebből. Na, várjatok. Mindent benyaltok. Mit csinálsz most? Tönkre teszi a telefonját. Imádom, hogy beáltozod a telefonodat, mármint az aksidat. Na. Na most mitől félsz? Oké, okay, videózunk. Most mit csinálsz? Jani, annyit mondok, hogy figyelj ide, ha nem szúrod meg jól, akkor lecsúszik és combon szúrod magad. Tehát, de tényleg. Itt fogsz elvérezni. Elvágok a combon egy artériát és elvérzek. Tehát arra figyelj, hogy vagy jól szúrd meg, vagy állj arrébb, ha megcsúszik azon az aksin, akkor belecsúszik a lábadba, csak mondom.
tudom, hogy rutinos vagy ebben, csak én már szúrtam itt szobban magam. Annyit meg, hogyha majd ha ez így történik és elmennék, akkor tényleg dobjátok fel a YouTube-ra. Jó, hogy legalább legyen híres. Ha fia, 1 milliót klikkelek, legalább a YouTube fizessen egy kicsit. Tessék. Robbani nem tud? De messziről vág bele, hát úgy nem fog bele. Hát hogyha áttolom, ez nem a sebességtől lesz majd, hogy hívják. Hát gondoltam, hogy nem attól, de hát úgy nem fogod tudni átütni. A súrlódástól van a szikra, úgy nem fogod tudni. Hanem zárlatot kell. De zárlatot kell. Jó, tehát ott vagyunk az erdőbe, apuci leszette az aksiját. Igen, fogja a kést. Igen. A kés bele. Kicsit te vagyok tovább. De mit, egy fölrobban? Nem, attól, hogy két rugós egy ilyen... De én mondom, hogy állom, ha egy szikra lesz, állom, a vendégem vagy rá. Na, figyeljetek. Nem utasd, kicsit hátrébb meg kérés. 3, 2, 1. Aha. Akkor akabó ez a perdőz, gyerekek. Gyere ide. Mit? Hova? Hova? Szagol? Mit? Hát mit a szikra? Szagol. Egy rohadvány szikra nincs benne. Apuci, nagyon fázom, lesz valami? Apu, mit csinálsz? Mindjárt kiszabadson a gyerekek. Apuci, kezdtek hideg lenni, ez már nem vicces, szólj ma anyucinak. Mi lesz? Annyira gagyi ez a kés. Annyira gagyi ez a Bear Grylls. És ő azt mondta, hogy belevágod az aksitba, és lesz szikra. Láttam, ott volt a tévében. Jó, mondjuk az Avatárt is láttam, de a felét nem mindenek. Igen, vannak kicsi hobbitok, azért azt se kell elhinni, Jani, nem kell mindent elhinni. Aha. Figyelj, és most tedd vissza a telcsibe, szerintem még jó. Sehol. Apa. Apa, jól érzem, hogy ebből még nem gyújtunk tüzet, apa? Semmi gond, kicsen, mindjárt lesz belőle valami. Apa, rohadtul fázom, ez már egyáltalán nem vicces. Mit mondtatok, zapkását kértek? Na. Nagyon ügyes. Ez tök jó, mert te szétbarmoltál egy aksit, nekem ingyen volt, mert nem kell kifizetnem se. Te mehetsz ma aksit venni, és egy büdös szikránk nincsen. Az igen, a baj. Tényleg azt mondtad, hogy tökéletes. Csak akkor fizetsz, ha van szikra. Én mondtam, hogy ha csinálsz szikrát, állom az aksit. Na jó. Az a bajom, hogy rossz a kés. Egyébként igen. Így higgyetek el mindent a Bear Grylls-nek. A Laci hozta. Tudod, mi a baj, hogy ez lakkozott kés. Azt írják, hogy a zárlatos akku hője okoz tüzet, nem a szikra. Jani. Meleg? Az viszont van. Meleg? Az milyen marhára meleg. Persze. Mert hogy zárlatos lesz az aksi. Aha. Figyelj, arról a téledbe. Mi van? De tényleg nagyon meleg. És akkor odaadod a gyerekeknek, hogy fogják meg, persze, és melegedjenek? Hogy mit, hogy berakod a nadrágjukba, vagy mit csinálsz? Egyébként igen. Mi van? Erről? Hát fogjátok meg. Forró? Fog meg, aha. Tehát ráteszed a izét a... Tényleg, jó, ezt aláírom, ez tűzforró. Aha. Mondjuk ettől még nem laktunk jól. Apa. Tényleg. Mi? Apa, ettől még nem laktunk jól. Valaki kér még egy kis aksit. Kér még egy kis forró aksit. Jó, tehát azért ez nem olyan egyszerű. Nem mond hülyeséget a Bear Grylls, de azért ebből mire te tüzet raksz? Mi van? Nem, nagyon meleg. Hát ráteszed, most ilyenkor már csak ráteszed a kis mohákat, zuzmókat. És hát onnan még hiányzik egy pár Celsius, hogy egy forró aksi azért tüzet csináljon. Tehát az még azért egy plusz 50. Jó. Jó. Félig működik, félig nem. Arról tényleg. Na fújjad egy kis papírt tegyél rá. Na jó, várjál. Nem, end már gyerekek, nincsen benne. Itt van, már nem, meg soha nem gyullad meg. Hát egy radiátorra is rákeszed. Nézd meg, itt van. Gyerekek, ne legyetek ennyire laikusak. Hát azért egy radiátorra is ráteszel egy papírt. Balázska, már félre beszélsz, az éjség elvette az eszem. Az éjség is, ha hideg. Apa, szarvasokat látok, apa, láttam az erdőben egy szerránó sonkát elmenni. Ferike nagyon szereti, mondd meg neki, hogy fogja meg. Hurka, kolbász, sehol. Jani, csak mondom neked, hogy egy papírdarabot ráteszed a radiátorra, és elkezded fújni, az a papírdarab nem fog meggyulladni. Igen, valami irgalmatlanul forró egyébként. A radiátor is forró, de az még hiányzik pár Celsius, hogy abból tűz legyen. Hát végül is igen. Ilyen alapon a seggemre is rakhatnánk papírdarabokat, az is forró. Füstölt, valami füstölt. Na, fújj meg! Füstöl! Meg tudjuk csinálni, föl tudjuk gyújtani a stúdiót. Apa, tényleg te vagy a legnagyobb. Fújjad, ne füstöl! Kicsit óvatosan. Fújjad, meg fog gyulladni. Ne nagyon, fog kicsit fújjad. Visszavonom, amit az előbb mondtam. Viszont akkor loksz 2000-rel a Janinak. Iskolát. Ennyit nem érem. Megúszom. De csak ha tűz van. Na jó. Gyulladj már meg, rohadj meg. Apa, csapja szádra, nem beszélhetsz csúnyán még itt az erdő közepén se. Megmondalak anyának. Solyára, te hülye gyerek. Örüljél, ha lesz tűz. Úgy beszélek, ahogy akarok, vazeg. Apa, addig mi elmegyünk bujócskázni Ferikével, jó? Figyelj, apa, nagyon szeretünk bujócskázni, majd jövünk. Jó, apa, addig bujócskázunk itt az erdőben. Tudod, apa, a tűzről úgy is megismerünk. Visszatalálunk a füstre. Apa, figyeljük majd a lángot, jó? És visszajövünk a fényre. Jó, gyertek. Szia, apa. Addigra kész lesz a vacsi, még valami desszertet is csinálok majd nektek. Keresek nasfóját.
Na jó, füstöl, meg vagyunk. Anya, merre vagy? Apa, van egy rossz hírem. Már Ferikét is elvesztettem bujócska közben. Nagyon jó lehet. Itt volt az előbb a Ferike, de mondtam neki, hogy ne menjen arra, de elindult. Mondtam neki, hogy hagyja maga után jeleket, rágja le a fák északi oldalát. Na jó, hát valamit nagyon nem jól csináltunk, gyerekek, szóval azért azt gondolom, hogy nem vagyunk egy ilyen, még túlélő tábort ne szervezünk, nem? Ez meg lett volna. Ha van száraz valami avarunk, akkor meg vagyunk a tűzzel. Erre azért én még egy túlélő tábort nem indítanék el, tehát nem sokan fizetnének be. Jó, valami füstöl egyébként a gyerekezőben. Él túl a Börzsöny Balázzsal. Igen. Nem értem, ez a hajsütővas mindig forró szokott lenni. Nincs itt valahol egy rohadt konnektor? Na jó, van Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Csak azt mondom, hogy ha papírt teszel bele, és a papír elkezd égni, többen megírták, hogy akkor viszont fölrobban az aksi is. Tehát csináljad. De csak mondom, hogy hagyjátok abba, ez komoly fizika, föl fog robbanni. Ugyanis ha tüzet kap maga az aksi, akkor igen, az már azért egy kicsit tud pukkanni. És tudod, ez a apa, én nagyon megijedtem, tudod, és leviszi a fél arcodat. Mit most a öreg apám? Én nagyon megijedtem. Neked meg nem lesz meg a fél arcod. Megégett a papír. Egyébként nézd. Ennyi, nem mondom. Nézd. Én hittem benned, ugye? Apa. Ugye? Apa, én voltam veled. A te papírod volt az. A másik nem akar. Fölmentem egy telefonos honlapra, van egy szörnyű hírem, hogy nem gyártják már az aksit. De ne haragudjál ezért, csak most megnéztem, ez a Samsunghoz már nem gyártanak ilyen aksit, úgyhogy bocs. Jó, de a felindult forrasztani, majd megoldjuk két a posárendből meg. Valami diótát nyákot meg, ott valamit kicsit ott összeforrasztgatsz egy kis onnal. Na, így múlt el a világ dicsősége, pedig akkor, amikor ezt a telefont vettem, még igazi normális aksikat gyártottak 10 évre. Igen, most már az aksi sem régi. Hello, Szilvi, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Hello, Szilvi, mit csinálsz, merre vagy? Keretesen vagyok éppen. Ebédet szállítok. Uh-huh. Nem vagy túl jó kedvű. De, én itt nevetek rajtatok, csak annyira sokáig vártam már. Na, próbálunk itt tüzet csinálni, de egyelőre nem. Egyelőre velünk eltévedni nem egy főnyeremény. Jól van! Apa, pisilnem kell, valami füstön lepisilem. Jó, de... Így a nekünk egy hallgató. Ferike, pisillet kell. Jó, mert Balázska meg szomjas. Jó, de jó. Gyerekek, mi családban eltévednénk, nagyon jó. Nagyon nagyok lennénk. Na jó. Mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi, Berunéni, figyelj. Jó, rendben. Megtaláltam egy patakon. Nem, csak a Feri pisil. Nem, csak a bátyát pisil, tudod milyen. Ott egy halacska, és ott egy bácsi feljebb guggol. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Jó. Na. Atya Isten. Úristen. Még egyszer? Tudod. Ezt mindenki ismeri. Mutatjuk még egyszer, jó? Jó, rendben. Figyelj. Na. Nem fogom. Nem, akkor megmutatjuk, hogy mi lett volna, figyelj. A világból ki lehet üldözni ezzel a dallal. Hát ezzel engem is. A másik, a mama, indulnom kell. Ez botrány. Hát, ki volt? Emberek? Úristen. Szerintem ezt már ők is megbánták. Így van. Nem hiszem. Jó az. Nagyon kellemes küzdene. Ezután esik igazán jól egy kis norvég black metal. Oké, adjátok le. Igen, lehet, hogy leadjuk. Köszi a játékot. Én is köszönöm. Sziasztok. Hello, Szilvi. Hello. Valamivel torlaszolik ez a patakon. Ferike, feküdj keresztbe. Ferike, megmondtam már, ne egyél olyan tök magolajat, olyan egészségesen prostatát, tehát így csak ne tud pisilni. Ott egy hód, ja nem, csak Vajnáig túrázni. Vajna bácsi, mindjárt haza.
Egy perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt pontosan, 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello Feri. Hello! Sziasztok! Drága Monics hallgatók, itt vagyunk a túlélő táborunk után. Próbáltuk az elmúlt egy órában lemodellezni, hogy mit csinálnánk akkor, ha mi a Börzsönyben ragadnánk két gyermekkel. Jani volt az apa, mi voltunk a gyermekek. Így van. Csak jelzem, hogy körülbelül 12-ig nem vagyok elérhető az ismerőseim meg a rokonok számára. Igen, Janit a 30-ason ne hívjátok, jó? Egy kicsi műszaki fennakadás volt. Egy másfél-két nap mire beszerzi ezt az aksit, amit 15 éve nem gyártanak már ehhez a telefonhoz, mert a telefon is olyan régi. De igen, szóval hogy azon most ne hívjátok. Jöttek még nagyon jó SMS-ek, csak egy-kettő. Apa, találtam sok olyádét, a medve hagyta itt, te is majd szólsz egy kicsit. Nagyon jókat itt meg. Igen. Igen, de ezt a témát lezártuk, köszönjük szépen. Úgy örülök, hogy ez a fúvás lány megint jól van, nem? Nem, nincs, megint nincs jól. Jó, hogy megint nincs jól, de hogy erősítik a combja, és hát jól fúvolázik, ez annyira jó, nem? Ugye? Az is jársz, a kiújult, vagy valami ilyen. Az... Tök jó, én mindig szeretem, egy fúvolázó lánynak feszes a combja. Tehát az komolyan mondom, megnyugtat. Számít. Ha valaki feszes combbal fúvolázik, sokkal jobb, mint ha a narancsbőrösen pettyhűt combbal fúvolázna, nem? Így van, mégis csak azért... tartás, jobb az állás. Egy jó feszes combú fúvolázás, hát nem jobb? Adsz a művészetnek. Ugye régen volt itt a fúvolás lány, de most vissza. Harántartás, így van. Újra fúvolázik, igen. Budapesten a Veselényi utca jól járható, felhős az ég, 6 fok van. Anyám szerint, ha nagyítónk van, tüzünk is lesz. Aha. Mi van a zsebedbe, Ferike? Nagyító. Nem azt kérdeztem, kitől kaptad. Nagyító. Igen. 9 óra után hívjuk majd a Forfortú magazin főszerkesztőjét, ami drága Gyurinkat, és megkérdezzük tőle, hogy milyen meszt szerzett, állítólag többet is. Úgyhogy, ha valaki szeretne nyerni meszt, az először is figyeljen 9 óra után, hogy mi maga a relikvia, de nem ma sorsolunk, ma még csak megtudjuk, hogy mi történt az aranylabda díját adom tegnap, milyen relikviákat sikerült szerezni, milyen kis ajándékokat, és utána szerintem holnap majd kisorsoljuk, valószínű, nyilván a Ronaldo mez lesz, ugye, hát a Real mez, de szerzett még állítólag más mezeket is, amiből tudunk választani. Igen, tudjuk, egy kedves közös ismerősünktől tudjuk, Sas Józseftől, hogy a Gyuri nem meztelen. Igen. Komolyan mondom, komolyan leszek az ügynököt. Valahogy beraklak a mikroszkóp színpadra. Tényleg elintézem. Egy ilyet ott már leszáblázol. Viccesz. Hát simán. Szóval ti 9 óra után tudjátok majd meg, hogy mi a mez és mit lehet megnyerni. A játék maga az holnap lesz, jó? Pilis Csép 10-es út, totál út zár, és... Na, az na. Erdő, mi? A sok pollen. Ugye? Apa, megfásztam egy kicsit az erdőben. Folyt ki csak az orrod. Igen, nézd már mekkora mak. Pilis Csép 10-es út, totál útzár. Karambol. Még csak jött, most jött a mentő késések garantálva. Jaj, gyerekek, igen, ezt többen megírták, hogy ott valami nagy káosz van. Ez egészen pontosan a 32-es kilométernél történt, a 10-es úton a baleset, és tényleg teljes útzár van, úgyhogy senki nem tud elmenni Dorog irányába. Személygépkocsi a zárokba, hatóság még nincs, de hamarosan megérkezik, úgyhogy a 10-es utat kerüljetek el, ha valaki Dorogra szeretne menni. Baleset Almádi és Veszprém között, szintén áll a forgalom. Valamint ez az utolsó, a 67-es út már járható. Akkor ezek szerint valamikor nem volt járható. Egyébként. Hogy vág az eszem, nem? A már szócskából. És csak de, ennyi. Miért kell mindig jónak lennem? Miért nem lehetek egyszer rossz? De tényleg, hogy összetettem ebből az SMS-ből, hogy akkor nyilván egyszer le volt zárva. Ugye? Hát, egy szótag, és már tudod. Tudod, milyen nehéz 24 órában ilyen hőfokon égni? Tudod, mennyire nehéz? Én nem is értem egyébként. Nem értem, hogy ha eltévedünk, akkor miért nem nyitjuk fel a koponyát, és az agyadhoz tartjuk azt a darab papírt. Tehát annyira pörög, annyira forog. Ízzik, érted? Tudod, milyen forróság van bennem? Gyerekek, játszik a Möri. Csak mondom, hogyha hideg verítékes vízben úsznátok, hogy mi van Mörivel, akkor játszik. Pályán van. Jó? Csak mondom, mert láttam, hogy itt kicsit kérdően néztek rám, hogy mi van az Ausztrál. Ja, ki ez a srác? Ki ez a srác? Ki ő? Csak mondom, hogy Möri van a pályán. Igen, Mírmúr visszatért. Mírmúr, igen. Múr. Iván Lendl. A folytatást tudjátok. Persze. Ő edzi. Aha. Tényleg? Látszik, igen, a Möri, az Iván Lendl. De azt elárulod nekem, hogy miért kapcsolgatsz a csatornák között, mikor mindenütt ugyanaz megy. Két ember ütögeti a labdát. Azért, mert közben nézem a hűtőt, hogy játszik. Aha. Tehát itt egy ilyen erős kapcsolgatás van. De Möri jobb.
beszélgettünk, és visszarakom. Murray nagy sérülésből tér most vissza, úgyhogy nem mindegy egyáltalán, hogy hogy mutatkozik be az Ausztrál Openen. Na, milyen jó, nézd. Hogy ez nem a Murray, ez valami ízé. És motorozik is ráadásul. Indult a Dakaron, nem is tudtam. Nem mondom, hogy hogy áll jól, nem akarom azoknak jó elégetni a délutánját, akik esetleg ezeket rögzítik, de ha valaki kér tenisz eredményt, akkor azt nagyon, nagyon szívesen. 9-kor a Rafa kezd, csak mondom. És Hewitt megy haza, úgy látom? Hewitt nem megy haza jelen pillanatban, mert éppen na lehet, hogy szettet egyenlít. Hát 3-2-re vezet. Az tök jó. Az tök jó. Na, jó van. Akkor ez a borítás neki nem a kék halál. Az nem. Na, van egy tervem. Velem tartotok ebben a tervem? Előbb meghallgatnánk. Persze, tudod? Persze. Hajrá, menjünk. Legyen bármi is az. Bármit is akarok, tartsatok velem. Tartjuk a tálat a következő beöntésében. Igen. Egy jó kolóhidroterápiára szeretnék elmenni. Bélmosás, nem rossz egyébként. Az indiaiak ezerévet csinálják. Jó, hosszadalmas. Otthon is meg tudod csinálni. Egy infúziót fölfüggesztesz, fölmész gyertyába, és simán. De nem erről akarok beszélni. George Clooney támogat egy alapítványt. És ha te befizetsz $10, vagyis regisztrálod azt, hogy te támogatod az ő alapítványát, a Szudánnak, Dél-Szudánnak akar segíteni, míg a szudáni eseményekre akarja ráirányítani a figyelmet, akkor $10 befizetése után egy valakit kisorsol, aki egy egész napot eltölthet George Clooney-val. $10, az nem kevés pénz azért. Micsoda, hogy George Clooney-val tölts egy napot? 200 forint. Hát sajnos most igen. Most nem annyira jó. Kicsit gyengébb a dollár. Hogy egy napot eltölthetsz George Clooney-val. Én többet is fizetnék érte. Hogy egy napot együtt legyél George Clooney-val? Ha tudom, hogy erre nagyon komoly esély van, akkor én mindenképpen. Neki nagyon jó női vannak ugyanis. Jaj! Tehát a George-ra nem nagyon beszél. Ja, és te lennél a kivétel, vagy hogy érted? Hát meg ő nyilván olyan helyekre megy, olyan szállodába, olyan étterembe, olyan exkluzív golfpályákra. Mit tudom. Azt téged nagyon érdekel az exkluzív golfpálya. Miért nem nevezzük be az Annát? És küldjük el, hát ha kisorsolják őt, hogy elmehessen február 13-án az új filmjének bemutatójára egy napot együtt töltve George Clooney-val. Vagy nevezzük be saját magunkat. De szerintem az a jobb. Az nagyobb, mellette belekavarolva. A nő George Clooney mellé sorsolva, az tök banális, meg tök közhelyes. Figyelj, nekem van erre. $3.30. De nem, én arra gondoltam, hogy mind a hárman befizetünk $10. Hogy neked még nagyobb esélyed legyen. Hát nekünk mi a bóni? Én különösképpen nem vagyok ott a George Clooney-ért. Tehát mint színész, szerintem ilyen egyarcú. Tehát nem jó filmekben játszik, de nem egy akkora színész. Persze, szerintem. Persze, sajnál csak. A világ egyik legnagyobb filmsztár. Nem az tag, milliárdos. Ki nem állhatom. De miért nem megyünk el találkozni vele? Vagy miért nem adjuk meg az esélyt ennek? Hát szerintem adjuk meg. Domborítunk egyet a vörös szőnyegen, elviszük valahova vacsorázni. De most várjál, ha George megy a vörös szőnyegen, akkor nő kell mellé. Ha te nyersz, vagy a Jani, vagy én. De ez milyen csúnya diszkrimináció ez? Hát én befizetek $10. Ezt a rohadt diszkrimináció. Ezt most megint elszilárdolod. Igen, ezt most megint tökölt. Tehát, hogyha én befizetek $10, hogy támogassam az ő alapítványát, amivel a szudáni eseményekre akarja felhívni a figyelmet, akkor milyen alapon választ ő csak nőt? Aha. Fotót is kell mellé kelni egyébként? Hát vezessük meg George-ot, tehát tegyünk be valami bomba képet. Miért kéne a fotó? Nem kell a fotó. Mi alapján válasz egy név alapján? Segíteni akar a dél-szudániaknak, tehát hogy igazából tök mindegy. Mondjuk, ahogy felvezetett ezt a dolgot, hogy elvinnéd vacsorázni, ezzel már jelezted, hogy aznap ő lenne a csaj. Nem csak elképzeltem egy estét, hogy ott ülsz George Clooney-val, hogy egyébként milyen közös témáitok lennétek? Mondjuk nekem ez a George, ez egy Gyuri. Jó? Inkább legyen Gyuri. Jó? Gyuri? Gyuri. Oké. Okay. Tehát ott ülsz Clooney Györgyel. És te nyilván kapnál valami olyan ételt, amit te fel se ismernél. Vagy... Hát, igen. Finoman cinkeltek, csak szólok. Reklamálná, hogy hol van a tofu szendvicset. Kihoznának oda valami osztrigát, vagy nem tudom mit. Miről beszélgetni George Clooney-val? Mert ugye egy vacsora benne van, hogy egész napot együtt tölthetsz George Clooney-val. Ebben benne van az is, hogy egy pasival domborított a vörös szőnyegen, és kicsit rámarkolsz a seggére. Eljátszanám, hogy nem tudok beszélni, mert olyan hangszáp problémáim van. Ez azért nagyon izgalmas. I don't know. Robi Tuzin. Robi Tuzint érteni. Igen, igen. Vagy csak annyit mondaná, hogy George, jó ötlet volt a Vegas út, jó ötlet volt a Provident. Igen. Thank you, George. Köszönöm, hogy itt lehetek, bár önköltséges volt a kiutazás, de jó ötlet volt, meg az jó ötlet volt a Providence. Szóval, hogy
De csak Anna elmenne George Clooney-val randizni, mi a fenéről beszélgetnének egyébként? Uh-huh. Valószínűleg ilyen kicsit csekélyes, ilyen közhelyesen jópofáskodó, ilyen félhülye beszélgetés lenne, nem? Már a Gyuri miatt lenne félhülye nyilván, mert a másik fele az nem lenne hülye, az lenne Anna. Nem, most ott ülsz remegő térdekkel Hollywood egyik legnagyobb ikonjával, nem? Én nem gondolom, hogy ebben a helyzetben egyébként valaki tudna baromi természetesen viselkedni, ha csak nem egy ilyen minden hájjal megkent mifélénk, aki azért nyilván az asztal alatt valamit cinkosságot nyilván megpróbálna elkövetni. De mondjuk odaül egy megszeppent csaj, én nem hiszem, hogy ez egy ilyen oldott beszélgetés. Hát. Meghallgatnék egyszer, egy ilyen rajongó találkozik az ikonjával egy jótékonysági eseményen, hogy az egyébként szerintem egy ilyen átizgult, kellemetlen valami, nem? És nem is tudsz normális témákat felhozni, miről beszélni? És akkor milyen a filmforgatás? Tényleg milyen volt együtt dolgozni Brett-tel? Az Ocean's Eleven forgatás. De, hát mit tudsz tőle kérdezni? Na de várja, ott ülsz Clooney Györgyel, és akkor... Clooney, Gyuri, neked és csak akkor Gyuri. Brett-ről kérdezed? Hát ez is mennyire gáz lenne. Egyébként szerintem, ha igazán jó arc valaki, akkor elmegy Clooney-val tényleg, és csak... És hogy ismerted meg Brett-et? És milyen volt? Ugye azért ugranak egymásra. Nyilván ezt lehetett olvasni, ez nem biztos, hogy igaz. És csak Brett-ről például. Tehát mi a fenéről tudsz beszélgetni vele? Hát szerintem időt kellene nyerni. Na, hogy kimész a budiba? Még mielőtt kiutaznál, meg kéne nézni, hogy írják a fekete kagylót, és egy rohadt nagy vödörrel berendelnéd, és gyakorlatilag az egész vacsora itt elnél, hogy... Érted? És onnantól kezdve megvagy. Feri, mivel lehet időt nyerni a kajálásnál? Ki állja inkor a cehet? Igen, ő állja? Hát csak ő. Persze. Csak languszta, csak homár, igen, csak belúg a kaviár, rájátszani arra, hogy egy picit lesápadjon. Aranyfüsttel, tehát ha duplát tudsz kérni mindenből, hat. Egy ilyen dogi bagbe azért egy picit csomagolnánk, nem? Tehát de arra ugyan el tudom vinni. Elnézést, elvitelnek kérnék még 6 garnélát, 4 kiló homár. Iszonyatosan prostó lehet. És az milyen pesgő. Igen. Kihoznák a kézmosót, benne egy citrommal, tudod, azonnal. Megint szerintem. Azonnal megint ment. Limonádé. Elnézést, egy kis édesítőt tudna belehozni. Túlságosan savanyú a limonádé. Szóval, hogy miért nem nevezünk be 10 dollárra? Hát a kisorsol minket. Hát most miért nem próbáljuk vagány meg? Lenne. Önköltséges a kiutazás? Szerintem. Vagy ilyenkor állja az alapítvány? Igen. Tehát találkozunk a Kennedy Reptér cégjáratánál a kettes terminálnál. 10 dollárt és 30 az út, tehát hogy... Mire innen kirepülsz azért mondjuk Vegasba, az egy Budapest Frankfurt, Frankfurt New York, vagy egy Amsterdam Vegas az már van mondjuk, hát vagy egy Amsterdam Los Angeles azt már meg tudod repülni. Finom, 16 óra nem sok. Ja, és egy napot vagy kint vele. Kint vagy egy napot, igen. És utána jössz vissza, óriási élmény. Van, aki erre befizetett? Van az biztos, a rajongó típus? Biztos, nem? 1000%. Hát csomó olyan, hát elsősorban hölgy van, aki mindenképpen. Vagy pedig itt kisebb filmmagazinoknak az újságírói végre találkozhassanak vele. A Norbi mit kérne szerintetek? Hm? Hát ő Norbi, innen. Te mit fogyasztanál? Vagy mit vinnél magaddal? Mi lenne az acskóban? Bagli. Hát nyilván a kúrens terméket megmutatná azért, hogy Gyurinak hát a fantáziá. Mi van nálad, kedves Norbi? Bagli. Nem akarod eltenni? Nem, én csak Bagli. Eszem. Igen. Írjanak már olyanok, nekünk, hallgatóink, akik randiztak magyar hírességgel, hogy viselkedett, mit evett, mit kért, állt-e a cehjet, úriember volt-e, miről beszélgettek, mennyire volt zavarban, ki volt ő, és mit csinált. Tehát mit tudom, én arra gondolok, hogy valaki randizott Gergely Robival a Terész körúti, mit tudom én, török étterembe. Nem, a Gergely Robi ilyen elegánsabb, szerintem ő nem megy egy török étterembe, ő egy görög giroszoshoz megy. egy jó hamburgereshez. Egy jó falafeleshez. Hogy mit rendelt? Hogy viselkedett? Ki volt az a híresség? Hát mit csinált? Hogy próbált befűzni? Udvarolt, nem udvarolt? Rámenős volt, nem volt rámenős? Meghívott, nem hívott meg? Bepróbálkozott a vacsora után, hogy gyere föl hozzá, vagy adott még egy kört, és meghívott még egy vacsorára? És én személyesen, szépen kérem, Feri és Balázs exeit! Jelentkezzenek, írjanak! Gyerekek, én úriember vagyok. Voltál is? Első rán is. Most már az vagy? De hogy akkor? Soha nem lábaztam az asztal alatt. Soha nem voltam rá. Hát a lábazás az már haladó kategória az életében. Édesi, kivenni a hüvelykújat? Igen, lenyaláld a lakcipőm sarkát.
mindig úriember voltam. Elegáns, de nem túl elegáns. Szolíd, de mégse szolíd. Finom étel, jó ital hozzá. Hazavisz, lányt kirak a kocsiból. Jézus, a Mr. Rébus. Elegáns, de mégsem elegáns. Udvarias, de mégsem udvarias. Gálás, de mégsem annyira gálás. Vittam eltékot, meg nem is. Mesztelenül mentem, meg nem is. Lóháton érkeztem, meg nem is. Nem, a csajokat az zavarja össze, ha elviszed vacsorázni. És ott van nálad két szita összefordítva, és benne van egy galamb. Igen, hoztam ajándékot, meg nem is. Elviszed vacsorázni. Elköltitek a vacsorát. Elköltitek. Aha. Berakod a kocsiba. Igen, igen, olvastál valami jókait is. Egy kötelező olvasai félig megvolt. Berakod a kocsiba, hazaviszed, kiszállsz, elköszönsz, hazamész. Ez ponyveregény egyébként. És kirakod a csajt. És nincs nyomulás. Nincs semmiféle kétértelmű viselkedés. Hidd el. Aha. Így nagyjába voltál. Nem, az első randi túl rámenős vagy, már a kocsiba kicsit, nem szeretik. Az első randevúnál kicsit kétségek között kell hagyni. Nem kell semmit bepróbálkozni. Mozi, hazaviszed, kiteszed, úgy fog reggel fölérni, mint a húzat. Higgyétek el. Ha majd randizni mentek. Tegyétek ki a párotokat a kocsiból, menjetek föl egy külön lifttel, és másnap reggel rátok fog csörögni. Nem, tényleg ez egy jó. Csak nem mutattál egy pici érdeklődést? Tehát, pici érdeklődést kell mutatni, de nem kell. Nem kell. Tök összehelyesen rám. Tehát akkor neked volt stílusod. Tehát nem, volt. Nem, ezt a viselkedés nem a kényszer szülte, hogy már odafelé a kocsiban megjelentek az első foltok a gatyában, és láttad, hogy ebben ma este már nem lesz semmi. Nem, mindig annyira töltve mentél. Mindig annyira kellett kakilom, hogy haza kellett rohanni. Haza kellett mindig rohanni. Nem, hidd el, hogy ezt a csajok szeretik. Várják, hogy kezdeményezzél, de ugyanakkor abban van valami kicsi izgalom, ha nem rontasz egyből ajtóstul a házba. Nem kell az első brandi, már rakod ki a kocsiból. Nem lábazod meg rögtön. Nyilván áthajolsz, csókolozás. Igen, gyere föl, följövök, dögunalom. De ugyanezt akkor is, hogy a taxival is, és az anyós ül is elősz. Ez csak bébi. Áthajolsz egy kicsit, és már rossz a taxis. Gyere, minden taxis boldogát teszek, aki éjszaka az, amit. Nem erről van szó, de a csajok szeretik a misztikumot. Szeretik azt, ha nem teljesen egyértelmű, hogy pali, hogy vacsora, igen, és már kocsiban nyomul. Hát nálam a misztikum van elég terület, még nem tudni, ki fizet. Ja, a misztikum nálad egy lőrinci pizzázó volt, maximum. Nem, a misztikum az volt, hogy az volt, igen, hogy volt az a zöld feltét rajta, az tényleg brokkoli? Hát a misztikum az volt, hogy ki tudod-e fizetni a cekket. Ki tudni vagy tudja, csak hogy akarja. Igen, vagy hogy a csaj önköltségesen vacsorázott le. Szóval, kirandizott már hírességgel, mit csinált, mit evett, nyomult, nem nyomult, bortivott, lerészegedett, alpárian viselkedett. Kíváncsiak vagyunk. Énekes, popstár, táncdalénekes, filmszínész, nem. Valósághős. Valósághős. Hogy viselkedett, mit csinált? Hogy váltatok el a randin, nyomult, nem nyomult? De mindenki, tehát hogy ne csak ilyen popsztárokat, tehát hogy valaki egyszerűen meglábazott, nem csak Károly, az is... Gyerekek, a Karcsi úgy lábaz, mint senki. Egyébként ő kispályás foci. Nem, és azért ott... Azért van ám. Ott átnyúl a svéd asztal alatt, úgyhogy megbolondulsz. Ilyen számítógépet. Hiszen egy rúgó technikája. Micsoda, akar lábbal fest, úgyhogy... Igen, és szájjal nőz. Na, kutassunk akkor egy kicsit, nézzük meg hazai hírességeinket, hogy milyen randi kultúrájuk van. Jó? Például elviszed el egy étterembe. Ugye ott már megmutatkozik, akarsz-e spórolni, milyen helyre viszed, megadod a módját, úriember vagy-e, ha csajozol, elegánsan teszed, vagy egy nagyon rossz szöveggel hívod föl a lakásodra. Egy nő, akinek azért van ízlése, meg volt egy-két randi, pontosan el tudja dönteni, hogy rossz stílussal nyomulsz rá, elegánsan csinálod, ügyesen próbálod becserkészni, hihetetlenül kellemetlenül nyomulsz, én ezt is el tudom képzelni egy-két hírességről, ilyen 60-as szemüveges férfiakat látok magam előtt, akik ilyen nagyon rosszul nyomulnak rossz szöveggel. Nem? Ez megtörtént. Nekem volt olyan, hogy... Híressége radisztál? Igen, hogy igyekeztem egy gálás lenni. Ugyanakkor nem volt nálam tényleg annyi lóvé, hogy mind a kettőnknek jöjjön, és azt mondtam, hogy nem vagyok éhes. Meghívtad a csajt. Evett a csaj. Igen, és hát eljátszottam, hogy ez a persze rendelj bármit, de én nem ettem. És azt a sült krumplit kivettem, ami leesett? Mi volt ez akkor? Nem, az idő. Borul be. Kezd beborulni, induljunk el, mert még itt vagyunk a Margit-sziget közepén. Jó, hát persze, tudom, hát én gimnáziumban, meg egyetemen én is tök csóró voltam, hát akkor nagyon meggondolod, hogy hol viszed. Nem tudod elvinni jó helyre, még nem arról, hogy beültök és egy hatfogásos menüt végigeztek, hát akkor megpróbálod kicsit olcsóbban kihozni. Nem, mi ez itt nálam? Villamos egy, nem, két ebédjegy, most szereztem őket.
De gyere, meghívlak egy jó tök főzelékre. Micsoda, egy jó főzelék faluban, egy jó ebéd, egy csajjal, sokkal jobb egyébként, aminek van hangulata, mint elviszed egy puccos étterembe, végig szorongjátok az egészet, és utána az egésznek semmi hangulata nincs. Na! Randi percek Balázsra, írja egy hallgató. Jó? Már nem. Nagyon jó. Szerintem lehetne csinálni. Oké, csak mondom a neveket, hogy kikkel foglalkozunk majd a hírek után. Már jött Gergely Robi. Randiztam Patakival. Randiztam a Pákóval. Miért? Randiztam Clooney Gyurival. Vajna Timivel. Jó, jönnek Kelemen Annával. Jó, vannak hallgatóink, akik randiztak hírességekkel. Roliéknál van térerő. Jaj, Damu, randizott e-mailből. 8:30 pontosan, 2 perccel SMS számunk változatlan, 06 70 645 00 00. Ki az, aki már randizott hírességgel? Mit csinált, hogy viselkedett? Ezzel jövünk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, arról beszélgettünk, hogy George Clooney-val lehet ugye randizni. $10 kell bedobni a közösbe, támogatni az ő alapítványát, és bárki, akit ő kisorsol, elmehet vele randizni, és elviszi a film premierjére is, mert egyébként a Matt Damon-nal játszik. Egy ilyen Ocean's 11-es film, csak a második világháborúban játszódik. Jónak így érkezik. És ugye beszélgettünk arról, hogy George Clooney-val milyen lehet randizni, erőltetett, nem erőltetett maga a beszélgetés, rákérdezel erre, arra, herevasalás, ez az, mit tudom én. De hogy ugye, ha ezt lefordítjuk magyarul... Sokáig tartanak kezdésre a csorba. Igen. Sok langusztát nem ennétek meg. De megnézzük, hogy mi történik Magyarországon, akkor ugye itt kerestünk olyan hallgatókat, akik randiztak már hírességgel, magyar hírességgel, énekessel, sorozatszínésszel, táncdalénekessel, filmszínésszel, popsztárral, bárkivel. Mit csinált, nyomult-e, és mennyire volt rámenő, és mennyire volt úriember, vagy éppen úrinő, ugye, mert hogy SMS-eket is kapunk, azok arról szólnak, hogy csajokkal is randiztak azért. Megpróbálunk szelektálni, mert nyilván nem mindegyik igaz. Tehát, hogy nem könnyű a helyzet eldönteni. Ja. De vannak olyan hallgatók, akiknek az SMS-e igaznak tűnik, és őket vissza is hívtuk. Itt van Kriszti. Hello, Kriszti, jó reggel! Hello, sziasztok! Hello. Szia. Na, te kivel randiztál? Hát én Gergely, hát nem randi volt igaziból, de találkoztam Gergely Robival úgy, hogy álltam egy ilyen 11 évvel ezelőtt, én kb. Ilyen 24-5 éves voltam, álltam a buszmegállóba, és megállt az autójával, hogy ő elvisz engem a munkahelyemre. Hát egy igazi mert. Letekerte az ablakot, klasszik, hogy bevesz a munkahelyet. De nem tudom, hogy miért szálltam be az autóba, megmondom őszintén, talán azért, mert hogy Gergely Robi volt, és hogy így csak nem bánt engem. És mondta, nem volt ilyen, hogy várjál, ha nem ismersz meg, segítek, Emmanuel. nem volt ilyen. Emmanuel, menj már tovább. Álla be a busz, paraszt. Nem vész tovább, ne itt énekelj már. Nem, de egyébként énekelt nekem valóban később, amikor azt mondta, hogy később találkoztunk, és mondta, hogy sétáltassuk meg együtt a kutyánkat, és aztán kutya nélkül érkezett, amit nem értettem, és mondta, hogy elvisz, mert a lakásán van a kutya. Várj, hogy történt? Tehát elvitt a munkahelyedre, kiszálltatok, elkérte a telefonszámot, így és van. Utána rá csörgött újra? És utána csörgött rám, igen, és aztán később mondta, hogy akkor találkozzunk, és sétáltassunk együtt kutyát. Tehát ez már ilyen randi féleség volt, vagy randira híve. Valami hasonló lehetett, igen. Mert várj, azt mondtad, hogy leengedte az ablakot, az még tekerős időszak volt, vagy pedig motoros? Mert csak, hogy lássuk magunk előtt. Elszakadt a bomb, nem? Mindjárt meg. Hova lett vacsorázni, vagy mi történt aztán? Nem vitt vacsorázni, hanem végül is annyi volt, hogy aztán elmentünk ugye kutyát sétáltatni a lakásán, aztán ott elővette a lakására. Igen, én nagyon zavarba voltam, mert ugye arról volt, hogy kutyát sétáltatunk, aztán beszálltam a kocsiba, mondta, hogy mindjárt hozza a kutyát, csak előbb elmegyünk hozzá. Csak előbb lezuhajzunk. Buksi, de egyébként nagyon kedves volt, tehát, hogy semmi rosszat nem tudok rá mondani. Gyönyörűen énekelt, ez mondjuk tény. De hogy miért énekelt? Aztán előveszem, mondom, a gitárt, és elkezdett énekelni. De azt mondta, hogy Kriszti, maradj egy kicsit, mindjárt jövök. Eltűnt az előszobába, visszajött egy gitárral, letérdelt a szoba közepére, és elkezdett énekelni? Nem, leült az asztalhoz, és akkor elővett a gitárt. Ja. És mit énekelt arra? Mert bocsánat, én azt hittem, valami új dal volt. Én azt hittem, hogy még az autóba kezdett el énekelni. Nem. Úgy hívnak, fogd már meg létsz a kormányt, akkor előnök meg egy ebédben. Itt van a hátsó része, mindig a doboz gitára. És mi történt aztán, vagy mi volt? Aztán végül is még párszor felhívott engem telefonon, és így ennyibe maradt. De hát, hogy én nem... beteljesült a dolog, vagy visszautasított? Nem.
De úriember volt, kedves volt, nem nyomult. De abszolút, lehet, hogy ha mondjuk nem én lettem volna, akkor másnak ez nagyon-nagyon... De nekem ő egy kicsit nem egy korosztály volt akkor, hát én akkor voltam 20-10 évvel ezelőtt, sem volt 20 éves. Tehát volt... de mondom ezt a függetlenül. De szép. Tehát volt köztetek egyfajta generációs különbség, ha erre gondolsz. Így van. De mondom, nagyon úriember volt, és nagyon szépen énekelt. Azért az egy nagy pillanat lehetett, amikor a szoba közepén egy gitárral... Meglepődtem, megmondom őszintén, halálidiótán viselkedhettem szerintem, mert csak így kerekedett a szemem. De akkor nem lett belőle semmi. Kriszti, nem lett belőle végül semmi. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én köszönöm, szia. Hello. Te szép. Ez olyan szép, romantikus. De ez jó. Egyébként a Gergely soha tudtam megcsinálni. Pont ezt képzeltem. Úriember, nem nyomul, kicsit gitározik, kicsit énekel. Ez tök szép. Ez jó. Elveszegítés. Karolina, várlok. Az nem az ő dala. De ezt Szécsi Pált, ezt mindig énekel. Hát ezt szeretik. Van még egy hallgatónk. Halló, jó reggel. Halló. Sziasztok. Hello, Berni. Szia. Na, Berni, mesélj. Te kivel? Katus Attilával. Oh! Nagy csajod, hogy kép volt, vagy még mindig az, hogy most pár éve, nem tudom, mi történt? Hát ez pár évvel ezelőtt történt, tehát a megismerkedésünk már elég viccesen alakult, mert fősulis révén a közeli bevásárlóközpontba elmentem ebédelni, és természetesen hol ebédeltem? Az egyik leghírhettebb gyorsétteremben, most nem mondom ki ugye a nevét, és hát ugye tudjuk, hogy Katus Attila, hát az életmód, egészséges életmód szóvivője, ő valakire várt ott pont az étterem sarkánál. De ahogy bejött azt a borogatni. Mi gondoltuk ti, mi lesz ebből a fiatalságból? És leszólított, hogy mi történt? Nem, hanem láttam, hogy nagyon néz rám, és mosolygém, meg pont haraptam a kis hamburgerembe, és elszégyeltem magam, hogy úristen, mit csinálok. Úristen, elkeverték a salátámat. Igen, próbáltam igen így hárítani, hogy hát éreztem is én ezt, nem toltam el magamtól a tálcát. Utána ő találkozott valakivel, tehát nem jött konkrétan oda hozzám, ezért én tettem meg az első lépést, hát még fiatal voltam és bolond, és ráírtam Facebookon, hogy én vagyok a lány, aki ott ült a meghívón, és akkor visszaért, hogy mi lenne, hogyha együtt ebédelnénk. Hát természetesen igent mondtam. Uh-huh. Másnap szintén ebben a bevásárlóközpontban ebédeltünk, természetesen már nem a gyors étteremben, hanem egy... Csúri ember volt? Állta a cechet, ő fizetett, vagy ketté dobtátok, vagy te hívtad meg? Úriember volt. Az étteremnek a napi menüjéből. Bármit választottál az étlap első oldaláról. Úristen, de komoly. Előétel 300 forint. Előételig bármit, utána a többit közösen álljuk. Smart kártyája volt. Jó, és beteljesült a dolog? Vagy volt csók, vagy bármi? Nem jutottunk el odáig igazából, mert nem jött a szikra, vagy a tűz, vagy nem is tudom, viszont miközben ettem, én egy elég vékony alkat vagyok, és ahogy ettem, elemezte, hogy milyen kis falatokkal leszek, ezért hamar megtelik a gyomrom, ezért vagyok ilyen vékony. Úgyhogy egy kis szakmázás is jött közbe. És aztán hogy nem volt valami, hogy akkor érezted, hogy most megcsókolna, és akkor elfordult, elnemet mondtál, vagy nem is volt a nagy pillanat, amikor úgy mindenki tudja, hogy most a másik mire vár, ez elmarad? Igen, ez maradt el, ugye a részemről sem éreztem azt, hogy hú, azért, mert ő a Katus Attila, akkor én most nem is tudom, megmásznám. De... ezt inkább Galambos Lajosról lehet elmondani. És ugye a végén volt egy elválásnál két puszi, és akkor maradtuk, hogy keressük egymást, ami nem annyira történt meg, bár egy pár héttel később megkeresett, hogy mi lenne, ha fellátogatnék a lakására. Kicsit hagyta pihenni a dolgokat, altatott, és utána visszatért. Mondta neked, hogy a múltkori rendezvón olyan megfríz voltál vele? De végül nem mentél akkor. Nem. Na jól van, köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm. Köszi, Berni, ciao, hello. Na nézzük még egy-két SMS, hogy hallgatóink kivel randiztak és hogy viselkedtek. Az Easy Toppal voltam tavaly két napot együtt. Oké, de hogy kell lennének konkrétumok, tehát ez így egy picit nem kevés. Nem tudja megmondani, hiszen a gibon fegyverek egyforma. Igen. Én Balázsra randiztam. Az első randon kicsit nagyképű volt, de aztán a második randi éjszakáján kárpótolt mindenért. Puszi Hoffer Misi. Nagyon jó. Igen, találkozgattam egy magyar popstar férfival. Randinak nem nevezném, mert titokba kellett találkoznunk az illetővel, azért mert barátnője volt, van. Írja a hallgató, SMS-ben tartottuk a kapcsolatot, az első randi egyből nála volt.
Nem voltunk kicsit sem zavarban, magam is meglepődtem, mintha természetes lett volna, hogy titokban találkozunk, semmi ciki sztori. Teljesen más volt élőben, mint a tévében, jó értelemben. Tévés popsztár. És zárójelben ott van a neve. De nehogy beolvassátok, mert azt írt, hogy ez nem publikus. Tehát, hogy elküldött valami rövidítés, zárójelben három betű. Nem tudom megfejteni, hogy kiről van szó. Lőrincen lakik Rácz Gergő. A villamos onnan. Ő is. Nem mondjátok, hogy a Gergő is lőrinci. Igen. Felvittek minket a Viktorral, de mi ott hagytuk őket, biztos máshogy mesélik, írja egy hallgató. Katus Attilával találkoztam. Gyerekek, Attila arat. Képzeljétek el, a Wappert házában összefut. Kb. 20 percet beszélgettünk az autójában a házunk előtt, ennyi idő jutott rám. Randiztam egy 50 éves sorozat színésszel. Nem volt gáláns, rámenős annál inkább. Autóban legyen gyorsan valami típus. Aha. Természetesen van családja. Balikus. Emellett tette ezt. 50 éves sorozat színész, hát ebben nem fogjuk tudni szűkíteni a dolgot. Férfi? Hát az autóban legyen, valami típusos lány, az nem akkora baj azért. Lehet, hogy már régett a ház. Imádom, az autóban legyen típus valami típusú lányokat, igen. Francesco Tottival randiztam. Nem szeretném kibeszélni, ha már eddig diszkrét voltam. A híres olasz színész. Igen. Damu Rolanda randiztam. Nagyon kedves volt, nem tolakodó. Mindent ő állt. Katta vagyok, ne hívjatok. Egyszer találkoztam Pataki Attilával a rendőrségen. Üdv, Sanyi. Ott randizt. Igen. Sziasztok, Gergely Robival vacsoráztam. Akart egy ingyen honlapot. Aláírás Balázs. Nyilván ez egy munkamegbeszélés volt, igen. Kelemen Anna, tök kedves és udvarjas volt. Igen. Juttával 2007 nyarán egy cukrászdámmal kellemes volt, teljesen szolid, visszafogott volt, semmi sztár allűr. Egy kávés és süti fogyasztása körülbelül 2,5 óra randi volt. Pisztú írta nekünk. Na ők ki gyerek? Josh és Jutta, Josh de nem Jutta. Ismered a magyar pop zenét? Hát kövezzetek meg, nem tudtam. Ez az, az, a, az a Jutta? Szerintem igen. Igen. A Josh-os. A Josh-os Jutta. Na, nagyjából hát ilyen SMS-ek jöttek. Katus Attila megint megérkezett. Aha. Gergely Robi és Katus Attila. Gyerekek. Messze. Hihetetlen, hogy ez a két ember lerabolta gyakorlatilag az országot. Hihetetlen, ekkora csajozógépek voltak. Az egyik mindig az emésztésről beszélget, a másik meg gitározik és énekel. Jönnek SMS-ek arra vonatkozó, hogy... Mind a ketten nagy buli. Megyük, igen. Na jó van, oké. Köszönjük szépen az SMS-eket. Kár, hogy nem jöttek még konkrétabban, kíváncsiak lettem volna. Olyan hatalmas falatokkal falod be azt az ételt, hihetetlen az emésztése, de nincsen. Könnyen szokott menni reggelenként az első kávé után? Jó, jut eszembe. Kész még egy partner salát? Hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Kit érdekel ez a sokszorság? Van Gergely Robira a kutyája, vagy nincs? Ugye? Igen. Tudni akarom, Robi, hallgatsz, miért ír meg, hogy kamu volt a kutyaduma, vagy de tényleg van kutyád? De azért óriás, hogy menjünk el kutyát sétáltatni, és nincs kutyája. Értem. Nem mondta, hogy nincs, csak nem vitte. Ja, igen, de a lakással is volt, jól eldugta ezek szerint. Óriási duma, gyere föl hozzám, és sétáltassuk meg együtt a kutyámat. Hát, mondjuk kétértelmű a dolog. Igen. Nézd, itt van a kis buksi. Szeretnéd, hogy énekelni neked valamit? Persze. Hallod? Bezártam a kutyát. De délután levisszük. És mondtam már, hogy van egy hatalmas gyalagod, nem is? Sétáltassuk be a kutyához. Óriási duma. Kicsit old school, nem? Kicsit old school duma, de nagyon nagy. Szerintem dolámból indult. És áll a saját szobája közepén, és gitározik. Hát nem imádni való? Komolyan, ha ez óriási. Így volt. Figyel, óriási. Igen. Adri, hello, jó reggelt! Sziasztok, Adrián vagyok. Hello, Adrián, honnan hisz minket? Egerből. Egerből, de jó. Te randiztál már Gergely Robival? Vagy Katus? Gergely Robival nem, de Delhusza Johnny volt, igen. Johnny! Mit csinált? Mit csinált Johnny? Mesélj egy kicsit, tényleg? Na, ezt kíváncsi vagyok, hogy történt? Főiskolások voltunk, és a börtönben voltunk gyakorlaton. Vagyom, Johnny éppen ült. Igen. Pont Cini akkor volt bent, amikor mi gyakorlaton voltunk, aha, és Johnny pedig jött látogatni Cinihez. Igen. És akkor ott
megszólított minket, beszélgettünk, és akkor mondtam, hogy egri vagyok, és mondta, hogy ő hogy szereti azt a várost, és majd ha arra jár, megkeres engem. Mekkora duma, nagyon nagy. És adjam meg a számom. Megkínált azokkal a cuccokkal, amiket Cininek vidd be. Kompottal, narancssal, sportrobival. Nem. Te ebből megismerted? Tudtad, hogy ki ő vagy? Ebben énekelt ő is valami dúdolt, megismertette magát, visszakérdezett, hogy tudod-e, hogy ki vagyok, bármi ilyen, vagy te tudtad azonnal, hogy... Nem, rögtön tudtam, azért felismertem. Meg hát az, hogy Cinihez ment, az is. És elvitt oda téged, ahol Buzuki hangja szól? Nem. Na és mi történt? Elkérte a számodat? Elkérte a számomat, de hát én ugye nem fogalmam sem volt róla, hogy ő randizni akar velem, és megadtam a számomat, ugye fiatal főiskolás, hát persze, hogy megadtam, és akkor egyszer csörög a telefonom, hogy ő hétvégén jön Egerbe, és hogy találkozzunk. Igen. Hát, találkoztunk, beültünk egy kávézóba, beszélgettünk, és ott ő rögtön rátért a lényegre, hogy igazából ő kapcsolatot szeretne velem. Valamelyik hotelbe akarta vinni, nem? Valamelyik hotelbe menjünk, mert ő kapcsolatot szeretne velem. De mindez szólt, hogy drágám, megnyitod a kapu csillagot, mert vár a hotel, vagy vagy. De ez, hogy? Sose... Te választasz, de csak 4 csillagig. Nem, hanem kérdezte, mikor délután kávéztunk, hogy hát estére van-e már programom, mert ő itt egyedül szállt meg, és hogy örülne neki, hogyha én vele tartanék az egyik szállodába, és... És hát én akkor jöttem rá, hogy még potens. De miért, addig mire gondoltál, hogy ismerkedni akar? Vagy tehát, hogy akkor jöttél rá, hogy ő valójában randizni akar? Hát igen, én akkor jöttem rá, én naív voltam, és fiatal tínédzser voltál. Nem volt erről. Igen. Na és milyen volt a hotelszoba, szép? Nem jutottunk el odáig. Nem mentél végül? Nem. Nem az én korosztályom, tehát nem. Mondtam neki, hogy nem arra milyen jól tartja magát. Tök jó, egy Johnny nagyon meg, sportol, motor, így van. De azért 40 év volt köztünk, és és akkor mit mond az ember? Megmondtad neki, hogy Johnny, ne haragudj? Igen, megmondtam neki így szemtől szembe, aztán még egy párszor telefonon hívott, hogy hát ha meggondolom magam, akkor biztos, hogy ő lejön, meg találkozhatunk. És a kávét kifizette? Ilyenkor, amikor megmondtad neki, ő. Aha, tehát úri ember volt. Kifizette. Igen, ja. Igen. Na jól van. Közben jött egy SMS, Gergely Robival randiztam, aláírás Katusat. Abszolút, Robi, Johnny és Katus Attila viszi a ma reggelt, nem? A randizás formájában. Igen. Na mindegy. De úriember volt, akkor azt mondod. Abszolút, teljesen úriember. És milyen nadrág volt rajtam erről a köztudott, hogy minden a farmere? Nem, mert motorral jött, ilyen motoros. Ja, kölcsön kérte a búzától a fehér Harley-t. Johnny nagy motoros, igen. Igen. Na jó van, nézzük a kérdéseket, Jani, milyenek a kérdések? Hát őszintén szóval fogalmam sincs, de nem szerezem, ez nem baj. Oké, mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés, dedikált nyakba akasztóért. Melyik hazai rockzenekar sláger az Éjjel érkezem? Ez az Edda. Így van. Mehetünk tovább? Mehetünk. Oké, megyünk. Így szól a második kérdés. Azt mondja, hogy hány országgal határos Csehország? Négy. De jó vagy. De jó vagy. Nagyon jó vagy. Igen. És tudod mondani, hogy mi ez a négy? Mert hát, nagyon szépen elmondtad, de hogy ezt honnan tudod ilyen jól? Ha... Mindegy, nem kell, már megvan a jó válasz. Egyébként tényleg négy. Okay. Így van. Németország, okay. Lengyelország, Ausztria és Szlovákia. Nagyon üzi vagy. Volt, igen. Jöhet a harmadik? Jó volt így élő adásba. Inkább megállnék. Na, tényleg? Hogy? Nem tudom, a harmadik kérdések mindig olyan nehezek. Hát igen, ott ez már igaz. Dedikált bögre van, vagy télen dedikált Klassz FM-es Morning Show sapek. Igen. Jó, nem baj, megállsz akkor? Igen, megállok. Oké. Okay. Jó. Akkor megmaradt egy kérdés holnapra neked, Jani. Adri, gratulálunk, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Rendben, köszönöm szépen, és örülök, hogy beszéltem veletek. Köszi, ciao. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azért az gyanús, hogy az összes telefonáló mindenki nemet mondott mindenkinek. Tehát itt a mai napon senki még csak nem is csókolózott az alanyjal, nem? Senki nem feküdt le, senki nem csókolózott, mindenki visszautasította, mindenki nemet mondott. Nem? Milyen kultúrát hallgatóink vannak? Tehát nem, senki nem vállalta be, hogy itt akkor igen fölvitt. Volt egy jó szex, és utána másnap reggel elváltunk, nem? Hát, softos sztorik voltak azért ezek.
Igen, és az a furcsa nekem, hogy pedig azok, akik elmentek, mindent bedobtak. Tehát, hogy Gergely Robi a gitárral is helyett, tehát nagyon nagy. Konkrétan itt igen. Lenyomott egy félakusztikus koncertet azért, hogy legyen valami. Mekkora forma? Kutya, Emmanuel, gitár, minden volt. Na, 9 óra után meghallgatjuk Szőlősi Gyurit, a 442 magazin főszerkesztőjét, hogy mi történt az aranylabda díjátadón tegnap. Ugye, Ronaldóval randizott tegnap. Ronaldóval randizott, igen. Ronaldo nyerte az aranylabdát, és arra kértük őt, mint minden évben, hogy szerezzen nekünk valami relikviát. Nyilván szerintem most egy reálos mez Ronaldo aláírásával az már bent van a zsákban. És de állítólag mást is szerzett, és majd eldönthetjük, hogy mi melyiket szeretnénk odaadni a mi hallgatóinknak. Így van. Egy felcsút mezt Orbán Viktor aláírás. Ezt is. Tudunk neked szerezni. Ez is lesz nála. Úgyhogy Szőlősi Gyurit hívjuk a hírek után, meghallgatjuk, hogy mi a relikvia, aztán holnap majd ki is sorsoljuk. 9 óra van pontosan, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 9:40 lesz pontosan. Egy perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nincs útzára 10-esen. Most jöttem el mellette, ez Black Machine küldte nekünk, köszönjük szépen. Karcagon a Tesco-nál van egy trafi. LSZ400-as Golfból mérnek. Úgyhogy ott is mindenki menjen egy kicsit lassabban. Baleset a Névfürdő utcában, ez a 13. kerület, 3 autó és mindkét sáv foglalt, nagyon nagy a dugó arra felé. A 10-esen már megindult a forgalom, jött még egy megerősítő SMS, köszönjük szépen. És nagyjából ennyi. Hmm. Ezek a friss közlekedési hírek. És az Australian Open-en egy hatalmas dráma zajlik jelenleg. Gyerekek, Leighton Hewitt és Seppi öli egymást, és fogadjon most erre? Fogadjon. Most, na, nyomj! Ja, Seppi és Hewitt. 2-2, 5. játszma, 4-2, 15 gár. Ezt mutattad? Ja, igen. Igen, hát Seppi és Hewitt öli egymást, hát ez nyilván csak a nagy fanoknak mond valamit. De valóban lassan 4 órája küzdenek. Fogadjon most. Azt hittem, hogy mert mondtad. Ide rakod a laptopot, hogy most nem fogadjak meg. Dobj rá egy 10-est. Nadal még nem kezdett, gyerekek. Nadal még nem kezdett. Úgyhogy így állunk most jelen pillanatban. Hát igen, teniszfanoknak azért ez egy nagy dolog. Az év első Grand Slam-e. Ugye, Feri? Igen, látok, igen, csak mindig ilyenkor van. Ez az első, azzal indít, és aztán később jön a második. Kikupálócit mellettem, hidd el, hogy évvégére akkora tenisz szaki leszel, hogy megkérdezem, hogy Nadal milyen kezes, és tudni fogod, hogy milyen kezes. Nem akarom, nem? Mert elveszítem azt az élményt, ami a fogadásainkban van. Hogy hát ilyen a teljesen hülye, hozzá nem értő, egy-egy tízesként azért lecsipek a költségvetésből. Igen, a teniszőrültről. Igen. Babos Timi meg egyébként Smidlovával játszik, és hát nem áll túl jól. Jelenleg 6-4, 4-6, 3-5. Ajajaj, kiadogat. Nem tudod? 3-5. Most az... Smidlova. Smidlova. Hát ez szegény. Igen, de párosan nagyon szép eredményt értek el most legutóbb egyébként. Abszolút egy esélyes párost vertek meg, az nagyon nagy dolog. Még az Australian Open előtt, azt hiszem, egy WTA tornán döntőjében. Na, gyerekek, megnézzük, hogy mi történt az aranylabda díját adón tegnap. Hát, szerintem már mindenki tűkönül. Mert hogy ugye szereztünk egy mezt, illetve pontosabban a Királyi Többes azért nem jó, mert hogy nem mi, hanem Szőlősi Gyuri. Így van. Ha nem szerzett volna, akkor azt mondtuk volna, hogy nem szerzett. Igen, így a miénk. Így, hogy szerzett, így szereztünk. Ha nincs mez, akkor nem szerzett a Gyuri. Ha van, akkor közösen szereztünk. Igen, és utána járunk, hogy egyrészt mi történt, egy kicsit meséljem, és megpróbáljuk tőle elkérni azt a mezt. Állítólag többet is szerzett, nekünk kéne majd kitalálni, hogy melyiket szeretnénk, de most kicsit úgy érzem, nagyon nyomás rajtunk, mert most ha Bayern mezt választjuk, akkor abból lesz a baj, ha Real mezt, akkor most a bayereseken fognak utálni, vagy fognak utálni, tehát most nem könnyű a dolog. Hát attól függ, hogy mekkorák a mezek, mert hát érted, most egy ilyen XXL-es, hogy hívják Ibrahimovics mezbe, én nem fogok ott a fekvő támaszhozni, érted? Ha viszont XS-es, akkor hát igen, ez igen, az Ibrahimovics mez neked lepedő, meg hálózsák egyben. abba még én is beleférek kétszer. Na, Cristiano Ronaldo másodszor, ugye? Lett aranylabdás. Így van. Valamikor 2007-2008. Ő már megnyerte, aztán Messi egy kicsit így kibérelte ezt a helyet, 4 alkalomra. De most újra megérdemelte. Mert a Messinek rosszabb szezonja volt, sérülése is volt a vaj, ugye? Tehát, hogy most nem zárt olyan jó szezon. Valószínűleg a jövőre viszont megint nagyon nagy eséllyel indulhat, ha nem lesz sérülés megint. Igen. Hát ez ilyen foci fanoknak egy ilyen aranylabda diát adon ott lenni, amikor ott van a szakma krémje, hát ez biztos nagyon nagy élmény, nem? És hát hatalmas világsztárok, ugye aranylabdát kapott, életműdíjat kapott Pelé is, aki meg is könnyezte Cristiano Ronaldohoz hasonlóan.
ezt az elismerést. Ő ugye korábban ezt nem kaphatta meg, mivel ugye az európai játékosokat díjazzák ezzel. Hát ugye a FIFA az európai játékosok számára találta ki ezt a díjat, de életműdíjat kaphatott most már, és meg is kapta természetesen, teljesen jogosan. Igen. Tehát európai klubokban kell játszani ahhoz, hogy aranylabdás legyen. Ezt például nem tudtam, azt hittem, hogy mindegy, a világ melyik szegmensében játszott, tök mindegy, akkor is megkaphatod. Milyen szigorúak, nem? Ja. Na, itt van velünk az az ember, aki ott volt tegnap, és megszerezte nekünk a relikviákat. Szőlősi Gyuri, a For Fortune magazin főszerkesztője. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Már is, hogyha szabad, akkor pontosítanám az előbbieket, mert a aranylabdát nem a FIFA találta, hanem a France Football, ami egy francia foci újság. Hát, Jani, csak ne arra, ugye, most már teljesen jogos, ezért van itt a Gyuri, mert ő ért hozzá. Ilyen beszélgetés, Gyuri ért hozzá, viszont abban mindenképpen. 56-ban adták át először, utána akkor csak európai játékos kaphattak, később enyhítettek a szabályok szigorán, és Európában játszó futbolista is kaphatta, és aztán most talán 4 éve van az, hogy egyesült a FIFA év játékosa díja, amelyet a világ legjobb játékosának találtak ki, és a France Football aranylabdája, de most is a FIFA elnök és a France Football főszerkesztője közösen adja át. És hát felé valóban egy tiszteletbeli aranylabdát kapott, hiszen annak idején. Na, mi volt a kaja? Ettél-e beluga kaviárt, csak úgy, mint a Forma 1-eseknél, hogy néhányan, ha berúgnak az asztalról, vizelnek, ugye ez konkrétan Szújó mesélte, hogy látott ilyet Forma 1-es pilótánál. Mit láttál, kivel találkoztál? Mesélj egy kicsit. A többiről nem beszélj, kérlek, mert a feleséged is hallgat minket, jelesztenek. Igen, írtasemes. Hagyjuk a száraz tényeket, minket csak az izgalmas dolgok érdekelnek. Reggel korán kikérdezett, de honnan tudod, hogy hallgat? Írtasemes. Az a helyzet, hogy a menükártyát nem hoztam el. És ez egy furcsa játék, hogy egyrészt megérteni azt, ami angolul oda le van írva, hogy az micsoda, másrészt felismerni azt, hogy mi van a tányéron, és hogyha sikerül beazonosítani egy-egy szót és egy-egy ételt, akkor az egy nagy öröm, mint például a rukolát, vagy volt egy ilyen furcsa lazac. A rukola azért jó, mert az más nyelven is rukola, tehát ezzel még azért nem hagytad magad összezavarni. Nem, tényleg? Igen, hát a rukola az a legtöbb ilyen rukola. De gondolom, akkor szerintem nem, de hogyha a France Football aranylabda díjáról beszélgetünk inkább, akkor kevésbé fogok elbizonytalanodni. Ki az a potátó, hol játszik? Igen. De gondolom, akkor nem csokis linzer volt a desszert, nem? Tehát, hogy kicsit bonyolultabban kell ezt elképzelni. Nem csokis linzer volt, hanem egy ilyen mánás kivölcsös csoda, legjobban a képviselő fánkra hasonlított. Nyami. Janinak vérben forog a szemem már is. Na, és kikkel találkoztál? Ki mellett ültél? Ki volt ott? Kivel jattoltál? Az történt, hogy három helyen ültem, de... Mindenhonnan elültetek? Ami ebből igazán, mert hogy ide-oda rohangáltam. Ja, azt hittem, mindenhonnan elzavart. Mindenhol helytálljak, mert egyért Puskás Ferencnét kísértük, hogy megfelelően komfortosan érezze magát, akit meghívott Szebb Latter az asztalához. Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt, aki először szintén a magyar futballvezető került, aztán engedve Blatter úr invitásának átült oda, ahol meg Placido Domingo ment oda Puskás Ferencnéhez, hogy elmondja neki, hogy mennyire nagyra tartotta Puskás Ferencet, mint Real Madrid játékost, ugye híres madridista, és hát a Madrid indulót is énekelt, és ezt játsszák is rendszeresen a Bernabeu stadionban. Úgyhogy ők voltak ott a hírességek annál az asztalnál, Michel Platini, az UEFA elnökkel, Francia Morinier, a France Football főszerkesztője. És itt tovább, hát a futball nagyságok közül felvonult most is Franz Beckenbauer-től. Adriano Celentáiról. Igen. Okay. Tudtál valamit csomagolni, Gyuri, dogi bagbe valamit? Elvitt erre? Nem? Semmi? Ilyenkor nem engedik? Mert ismerve Jánostól az például azért egy pici hazavitelre is gondolt volna. Az a helyzet, hogy a Klassz FM-nek dolgozom ilyenkor teljes erőbedobással. De drága vagy. Nem nagyon jut másra idő. Egyébként a sztárok ott mozognak ilyenkor körülöttetek? Tehát oda jönnek, oda ülnek, ott vannak, vagy van egy közös nagy ilyen protokolláris fotózás, és utána azért ők egy ilyen külön brancsba elvonulnak. Ez egy kb. 1200 fős rendezvény a Zürichi Kongresszusi Központban. Uh-huh. 5 órától 6-ig, 4-7-ig gyülekezik a nép. De van egy külön elnöki lounge, egy ilyen váróterem, ahova Blatter úr díszvendégei jönnek, és őszintén szóval a legnagyobb sztárok, a Barcelona, Real Madrid játékosok, a Bayern játékosok, a díjazottak ott gyülekeznek, tehát egy külön elkerített exkluzív részen oda mi is meg voltunk hívva, hiszen Puskás Ferencné a kísérőjével, és Orbán Viktor miniszterelnök, aki díjátadó volt, a kísérőjével szintén
hivatalos volt ide. Tehát ott már a díjátadás előtt lehet találkozni, illetve szinte az egyetlen esély találkozni a legnagyobb sztárokkal, mert amikor viszont vége van a ceremóniának, akkor a színpadon készül egy közös fotó az összes díjazottról, és utána ők adnak ugyan interjúkat, de nagyon gyorsan utána eltűnnek, elpárolognak, van akinek meccse van másnap, van akinek meccse volt előző nap. Általában például a Real Madrid és a Barcelona küldöttsége külön géppel jön, és erre a néhány órára érkezik csupán Zürichbe, tehát nem is alszanak itt. Most is itt volt a Real Madrid elnöke, és ugye a Emilio Butragueño sportigazgató, nemzetközi igazgató, itt volt ugye Cristiano Ronaldo, és ugyanígy a Barcelona is egy külön csapattal jött, ők megjönnek, ott vannak, és utána mennek is el. A miniszterelnök úrnak ki volt a kísérője? Szijjártó Péter? Hát őszintén szóval nagyon... Mert hogy focizik egyébként. Jaj, és ő nagyon előzékeny. Nagyon jól. Futszálozik. Ő nagyon előzékeny volt, és sokan megvanták őt, és elkezdett kívül beszélgetni, nem ment be ebbe a bizonyos exkluzív váróba, úgyhogy én elkunyaráltam tőle a oda jogosító karszalagját, hogy más magyar barátoknak megadasson ez az élmény, hogy ott a legnagyobb sztárok közelségében lehet. És akkor mit sikerült szerezned? Tehát mi van most akkor a tarsolyodban? Mit zsákoltál be? Mit hoztál haza? Mi van a bőrönben? A következőkre tudok beszámolni. Igen. Várjuk. Igen, nagy örömünkre. Zlatan Ibrahimovic nyerte a Puskás díjat, azért ezt említsük meg, hiszen ez az egyetlen és legfontosabb magyar vonatkozása Aranylabda gálának, ahol magyar futballistákat egyelőre nem nagyon fantasztikus gólért kaptam. Tüntetnek ki. Ebben nem volt vita, tehát Ronaldo díjának a jogosságát már hallom, hogy nagyon sokan vitatják. Ibrahimovicstól senki sem vitatja el azt, hogy ez volt tényleg a legfantasztikusabb gól, sokan az évszázad góljának nevezték. Tehát sikerült akkor tőle egy aláírást szerezni. Ő most a Paris Saint-Germainben játszik. Ezt azért sokan tudják, pólót, egy Paris Saint-Germain pólót aláírt. Mi pedig ajándékoztunk neki egy Puskás meszt. Egyébként akkor... a díjátadás előtt mondtam neki, hogy nagyon szeretnék neki utána ajándékozni egy Puskás meszt, és kicsit... Jó, tehát van egy Zlatan Ibrahimovic. Nagy ellenzős Ibrahimovic ilyen szorogva mondta, hogy hát gondolom-e, hogy meg fogja nyerni, mondtam, hogy biztos vagyok benne, és tényleg örült. Tehát nagyon tehát van egy pólónk, nyerni ez a fiú. Egy PSG-s pólónk Zlatan Ibrahimovic aláírása. PSG póló Zlatan Ibrahimovic aláírása, így van. Aztán ugye a Bayern volt mégiscsak az év csapata. Igen. Még akkor is, hogyha Ribéry hívei most csalódtak az aranylabda átadáskor. Igen. De van egy Bayern München mezem, amit először aláírt Franz Beckenbauer. Egy Beckenbauer, a császár. Bezsákoltunk, igen. Gondolom Ribéry is. Ötös elnöke és szupersztárja. Aláírt Frank Ribéry, így van. Az aranylabda egyik várományosa. Igen, és aláírt az év edzőjének választott Henkes. Aha, ez a második, jó. Oké, ezek mind most, ezekből választhatunk? Ezekből választhatunk, Gyuri, azért mondanám? Igen, el fogom mondani, összesen négy ilyen relikvia van, egyet választhattok. Jó, mi van még? Van egy Barcelona mez, amit aláírt Xavi, aláírt a Barcelona elnöke, és aláírt a Neymar. Te jó. Szintén. És akkor gondolom, a negyedik? A negyedik pedig egy Real Madrid mez, amit egészen különleges módon aláírt a brazil Ronaldo, volt Real Madrid sztár, Cristiano Ronaldo, és Zidane. Nem semmi nevek azért, ezek így finoman. Igen, ezek a mezek, és ti pedig megkapjátok, srácok, a repülőjegyemet, én írtam magam. Igen, ti pedig megkapjátok a repülőjegyemet dedikálva, igen. Oké, Gyuri, én azt gondolom, hogy mivel Ronaldo lett az aranylabdás, így most nyilván így egy két táborcsap, ez a három, Bayern, Real és a Barca rajongók, PSG rajongók, Zlatan aláírásával, tehát négy tábor. De ha egyet választhatunk, akkor én mégiscsak azt mondom, hogy azért legyen az aranylabdát nyert, tehát annak van leginkább aktualitása, tehát a Real Madrid. Örülök, hogy két Barca mez után végre egy Real Madrid mezt választotok. Hát igen, ha most ő lett az aranylabdás, akkor válaszuk az ő mezét, nem? Ronaldo, Nagy Ronaldo, Cristiano Ronaldo és Zidane aláírásával. Akkor legyen ez a Real Madridos mez. Utókat küldtem egyébként ezekről a dresszekről, nem tudom, hogy láttátok, és nem tudom, hogy láttátok a videóüzenetet, amit... Megnézzük ezeket. Megemlíthetek-e? Megnézzük ezeket. Igen, hát, a fotókat már tisztelt... látod? Igen, a videót még nem. Mert hogy a tiszteletbeli aranylabdával kitüntetett Pelé üzen a Klassz FM hallgatóinak. Wow. Ezeket felrakjuk a Facebookra természetesen. Már fönn van a Facebookon. Hát nem véletlen. Laci, már fönt van a Facebookon. De a Laci már felrakta közben. Miközben már hajnali 2 és 4 között ezeket próbáltam átküldeni.
Rendes vagy. Nagy harcos köszönjük vagy, szépen. Nagy harcos vagy, Gyuri. Jó, akkor nagyon nagy... volt a buli. Igen. Utána egy kis tánc valami volt? Tánc nem igazán tánc volt. Nem. Kis iszogatás, beszélgetés volt. Oké. Okay. Mikor jön meg ez a mez? Volt nekünk? Egyébként élő zene, csak mi jöttünk viszont akkor nem. Mikor jön meg a mez? Te gondolom, hogy megérkeztél, és akkor pár napon belül mi megkapjuk ezt a kis relikviát, ugye? Hát mi most itt a többiek toporokban várnak, hogy induljunk már a repülőtérre. Rám várnak, és egy néhány óra múlva Budapesten lesz ez a mert. Szerintem akkor... Lehet, hogy csak a kínjuk kell. Stúdiójában lesz. Jó. Ma délután. Oké, Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük akkor neked. Várjuk a mezt, jó? Drága vagy, hogy ennyi mindent tettél értünk. És akkor... Mi fogja kapni? Ezt mondom mindjárt, ha letettük a telefont, kisorsoljuk, és akkor holnap fogjuk kisorsolni. Azt, hogy mi kikapja, azt most nem tudom, mert bundacagú lenne, most okay. Megmondanám, hogy a Béla. Így van, Béla kapja. Itt nálunk a technikus, tehát az picit átlátszó. Már akkor egyből neki vinném, csak azért. Én drága vagy, nem kisorsoljuk holnap. Gyuri, úgyis a Feri egyen fogtok leszállni, és mivel Lőrinci a címzet, mondanám is akkor. Kanyarodjatok már arra. Dobjátok meg felénk, a gyors forradalmi mellett. Kimenne akkor oda, ugye, a tarkő ülés alapra, jó? Gyuri, nagyon köszönjük, jó utat nektek hazafelé. Én köszönöm, sziasztok. Köszönjük szépen még egyszer. Szőlősi Gyurinak, a Forfortú magazin főszerkesztőjének. Köszi, ciao, hello, hello. Na, gyerekek, tehát van egy Real Madrid meccsünk. Ez az. Szenzációs. Ronaldo, ugye ahogy szegény Cristiano hallja sokszor a nagy Ronaldo. Igen, hát mondják, ugye? Még. A Cristiano Ronaldo és Zinedine Zidane aláírásával. Mit röhögsz, te hülye most azért, mert elhibáztam a nevét, attól még tudom. Csak Zizinek, hogy szoktam. Mi van, Zidán? Nem vagy vidám. Zseniális. Zseniális. Azért ez nem rossz. Nem rossz. Fényezem úgy magunkat, mintha mi szereztük volna, de hát mégis, a mi közvetítésünkkel holnap ez gazdára talál. Szerintem egy, hát, hogy megadjuk mindenkinek az esélyt egy sima, klasszikus SMS játék formájában. Jó? Fölteszem a kérdést. Ami nagyon elmés kérdés, kinyert az aranylapát, vagy nem tudom, ami nagyon nehéz kérdés. Aki megírja, viheti a reálmezt. Mi azt kérjük, hogy tényleg olyanok jelentkezzenek, akiknek ez egy komoly relikvia, családba szeretnék ajándékba a gyereknek, férnek örömet okozni, vagy maguknak, de tényleg örülnek neki, jó? Nem egy ilyen egy napon vagy 8000 wattera értékesítésbe megy át a dolog. Akkor soha többet nem szerzünk. Soha semmi. Többet. Nem. Szerzünk. Ugye értitek. Most mi is benne vagyunk? Hát mi vagyunk a médium, mi vagyunk a csatorna. Ha nem lett volna kinek szerezni, akkor nem lett volna értelme. Akkor tele lenne csak a szekrény ezekkel. Imádom, hogy próbáljuk ebbe a sztoriban magunkat minél jobban becsempészni, de hát mégis csak tőlünk lehet ezt a dolgot megnyerni. Jó, most elnézést kérünk a Bayern meg a Barcelona rajongóktól. Tavaly barszás mez volt, tavaly barszás mez volt, most Real Madridos mez van. Jó? Na jó van. Oké, okay, nem kell most még megvesztegető SMS-eket írni, csak holnap, mert már jönnek. Bármit megteszek érte, fiúk, csak adjátok nekem, igen. Jól van, 9:30 van pontosan, várunk friss közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon, a nagyvárosokban, a hidakon, a rakparton, Budapesten, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. 9:30 lesz pontosan, 5 perc múlva. Hello mindenkinek, fú gyerekek, őrület van. Már ami a mezeket illeti, vagy a mezt, amit megszereztünk ugye Gyuritól, itt most már a lefizetés, a megvesztegetés, a boldoggá tevés, minden van. Tehát most nem tudnánk olyat kérni. Így van. Hát a hallgatótól, amit nem teljesítene. De azért ne felejtsd ki a kibelezést és az élvejelását ja, sem. Igen, ezek a Ferinek jöttek. Ha nem buddázza meg a holnapot. Jó, nagyon észnél kell lennünk, hogy futárszolgálat kiveszi át, hogy veszi át, mert többen már Gyuri gépét várják felé, hogy megszerezzék. Jó, szeretem, hogy valaki tud ennyire rajongani. Elmondhatatlanul nem jövök lázbe egy IMS-től, de tetszik, hogy közben meg ennyien. Tehát ezért szép a világ, nem? Hihetetlen. Tehát nekem mit csinálnék egy IMS-zel? Nem akarod tudni. Hát ha... Ne. Hagyjuk. Kétleg, ne. De valószínű, ti se hordálhatod minden nap. Nem odaadnám valakinek, akinek örömet tudok vele szerezni, persze. Nyilván. Hát szerintem bekerülne a csomagtartóba. Igen, valahogy. A többi cucc mellé, ahol egyébként minden megtalálható. Kossuth Lajos beszédének második viasz hengere. Néhány bizonyíték a Keller ügyben. Villamosszékben kivégezték. Ingen. Stb. Kérdezik, hogy azt mondjuk csak meg, hogy holnap mikor lesz a sorsolás, mert ezt kérdezik sokan, sorsoljunk holnap 9 után, nem? Aha. Jó, és itt a Morning Show-ban? Nem, a Juventuson a fölmötöréknél. Adjuk, dobjuk át neki. 9 óra után lesz a sorsolás, 9 óra után elhangzik egy kérdés, és akkor 10 előtt visszahívjuk a nyertest. Jó? Ugye most nincs olyan, hogy ha átkapcsolnék most a Music FM-re, akkor azt hallanám az ön időtóban, hogy Gyuri három póló közül
Melyik? Azt kérdezi, hogy melyiket akarják választani. És a vonalveszélő is így, maradt még három mezem. Tudtam nektek szerezni három mez. Igen, egy ibrás veszt. Sajnos a reálos nem jött össze. Igen, és Kossuth a déli krónikában. Na. Egy best hoztam a Kossuth rádió hallgatóinak. Hát vigyázz gyerekek, a többivel azt csinál, amit persze. akar. Persze. Egyébként még kettőt is el tudtunk volna tőle kérni, mert nagyon rendes volt, hogy ezt megszerezte nekünk, de úri emberek vagyunk, mi egyet kértünk. 3-4-10 múlt pontos 3 perc, most akkor van kutyája, vagy nincs kutyája? Hát sosem ezt nem derül meg ki. Tudni. Igen, ezt mondjátok, mert én azt akarom tudni, hogy most akkor volt kutya, csak elbújt, vagy nem volt, vagy volt, sétált, tehát mi volt? Nem volt kutya? Nem volt kutya, mi? Hát nem, viszont limitált létszámú nézőközönség előtt rendszeresen vállaltam plágok. A saját lakásán. Jaj, gyerekek, gyerekek. Jó, szerettem ezt a témát, igen. Nagyon jó volt. A szerelem dolából henyült Emmanuel, letépve láncolít. Ekkora sláger volt. Ekkora sláger volt. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Na mi újság? Hívtam a Janit, de nem értem el. Ja, harmincasan? Hát figyelj, Jaksi bánta, figyelj. Hogy Bergrésznek igaza van-e, de tudtunk tüzet csiholni, tehát valamit mégiscsak tud a Pali egyébként. Jó. Tényleg most mi lesz, hogy gyártanak még ez a telefonzaksit? Mutasd, lehet, hogy nekem van otthon egy ilyen telefonzaksit. Igen, a technikai múzeum jelentkezett, hogy nálad. Körbetekerem, szigetölösszeállaga és visszateszek. Figyelj, füstölni füstölt. Füstölt. Úgyhogy úgy, működött. Hogyha nem papírt rakunk rá, hanem mondjuk vattát. De feritépi. Ha vattát, most mi a bajod az én tépésen? Nem, jól csináltad. Jó, csak előtte kolbászt tettél, és zsíros volt. Na, az meggyulladt volna, attól viszont meggyulladt volna. Ha viszont kolbászt tettél volna, akkor az egész nem lett volna semmi értelme. Hiszen akkor ha az erdőbe kirándulás közben egy szál kolbász van a kezedben, akkor olyan nagy baj nincsen. Na jó, van, hívjuk a naphallgatóját. Biztos visszaküldeni a stúdióba, hogy a dobszántot rakják el. Morning show! Hello! Hey, hogy hívnak, nem írtad alá? Szervusz uram, Gábor vagyok. Hello Gábor, hol hallgatsz minket Gábor? Jelen pillanatban Szegeden. Szegeden. Te lettél a naphallgatója, ugye beszélgettünk arról, hogy mit lenne akkor, ha Jani lenne a családfő, miket lenne a gyerekek, és mit tévedtünk el volna a Börzsönyben. Ugye egy éjszakára helyes SMS-t írtad, azt írtad nekünk, hogy apa, tajáltam sok ajándét, a medve hagyta itt, te is majszolj egy kicsit. De mennyire örülsz a saját SMS-ednek, ez jó? Nagyon kifejezetten szórakoztatok menetközben. Igen. Én hasonlóan tudok röhögni saját magamon, meg a poénjaimon, úgyhogy én megértem, ha valaki saját magánnevet, tudom milyen az. Te vagy a naphallgatója, küldünk neked egy klassz kis ajándékcsomagot, meg van egy-két ajándékod még, jó? Oké, okay, urak, hálásan köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Hello. Szia. Csabikám, mi újság veled? Talpmasszírozás, edzés, futás, mesélj valami. Talpmasszírozáson voltam. De nem mond már. Várom a délután, mert jön majd a szőlősi, és én itt leszek még délután, amikor hozzam ezeket. Ja, jön Bayern mez. És akkor holnapra gyártanom kell egy másolatot. Vagy ne nekem adja le, vagy hogy átveszem szívesen. Most tényleg hogy vagy? Én bemegyek egy ilyen sportboltba, akkor én tudok venni egy 9-es. Hát egy jobb. Hát 9-es jobb talán sportbolban. 9-es nem, tehát maga a mez a számmal levédett, hogy ez hogy van? De az attól függ, tehát vannak olyan mezek, amiket úgy árulnak, hogy eleve rá van írva, hogy Ibrahimovics vagy valami, de hát ha ő nem 9-es, akkor... Csével. Igen. Na de gondolom a sportboltok egy az egybe gyártják, tehát van Real Madridos mez, a Ronaldónak a számában. De van nélküle is. Ja, van nélküle is. Persze, meg hát nem tudsz mindent megvenni, mert nem mindenki akkor a sztár a csapatban. Gondolom a Barcelonában meg tudod venni a Barcelona mezt a stadionnál, aha, vagy a helyi aha boltban, de mondjuk itt Magyarországon nem biztos, hogy mindenkiről tudsz mezt vásárolni. Meg a Gyurinak vannak olyan kapcsolatai, hogy a hivatalos sportszer gyártótól ő be tud szerintem kérni. Nekem olyan a Torricelli mezem van. Emlékeztek ti a Torricellire? Hogy nem emlékeznék. A Lidbarski mellett Torricelli volt a legnagyobb. Hát így van. Hát nem, hát mi, hogy fejel Torricelli? Hát Alhambra mellett ez egyik a leghíresen norvég játékos. Gyerekek, mekkora volt. Nem, Lidbarski Torricelli. Átvéd volt annak idején a Juventusban. Igen? És ilyen nagyon zora a feje volt. De a Juventusban volt, akkor találkozott DJ Dominika a Várkonyatira a sztársában. Szerintem egyet. Szerintem úgy volt, hogy a Juventuson ment a sztársáv, és utána jött a Torricelli déltől, nem? Igen. De jó Isten. A Dominik is egyébként focizik, és nem is rosszul.
Csak kendőt kell hordani, mindig lecsúszott a homlokára. Fejjelésem. Jaj, gyerekek, gyerekek, na jól van. Milyen zenéid lesznek, Csabikám? Remek zenéid? Most mi van? Már féltem, hogy nem. De azt hiszem, hogy jobb. Hadd kérdezzek először vissza. Na. Mi van a Tibivel? Mert őt nem hallottam. Hát kérlek szépen, most szorul bankokban. Igen? Ha ott van. Hallottam a rossz híreket, de ott van még? Most bankokban van valami nagy tüntetés, le akarják váltani a kormányt, azt hiszem, és ami idéglenes kormányt akarnak nem kinevezni. Nem lehet, hogy Tibit viszik. Tibit, mi köze ez a Tibinek? Tibinek az a köze ehhez, hogyha ő a bankoki nemzetközi repülőtéren száll át, és ők mondjuk megbénítják a repteret, akkor ő nem fogja tudni elhagyni az országot. Ha nem szállják meg a repteret, uh-huh. stratégiailag elég fontos, de elég messze van bankoktól, egy 40 kilométer, akkor haza tud jönni. Ha nem, mert volt ilyen 3-4 éve, megszállták a repteret, se kisebbe senki, uh-huh. akkor az... De most nem is lehetett hívni, vagy csak az aranylabda miatt? Nem, most egyszerűen nem akartuk hívni. Ja, így van. Ja, azt hittem, hogy már gondban van. Nem, hát nem, most nem, semmi. Sztoria úgy sincs új, uh-huh. nem, azt, hogy meleg van, azt meghallgattuk. Majd most lesz sztoria. Gondban már lesz sztoria. Gondban majd akkor lesz, amikor a tüntetők észreveszik, hogy ő elég nagy darab ahhoz, hogy a kormányépületeknek az ajtaját be lehessen bele törni. Igen, fejjel előre betolják, igen. Figyelj, nem egy megnyugtató dolog egyébként nem. egy ilyen hát bankoki ez... tüntetésen ott lenni. Én csúsztam bele pont bankokban egy ilyen tüntetésben. Vannak a piros pólósok, meg a sárga pólósok. És onnan tudja a másik, hogy azonos a tábor, hogy milyen színű pólót visel. És a sárga pólósok, mindenki sárga pólós, sárga fejpánt, találkoztak nem tudom milyen téren a piros pólós, piros fejpántosokkal. És a taxi velünk a téren keresztül akart átmenni. És amikor megállítanak, benéznek a taxiba, ráütnek egyet a motorháztetőre, tudod, hogy menjél már tovább, meglátják, hogy turista vagy, te bent ülsz, feleségeddel nem múlik, hogy a... nyugodt. Nem vagy nyugodt, és előtted, mögötted mindenhol emberek, a taxis meg dudál, hogy át akar menni a tömegen. És akkor rávágynek, tovább lökik, megkarcolják az autót, belekeveredtünk valahogy. Nem éreztem magam. Megkiabálnak, hogy halál vagy unga bunga. Igen. Hát a Tibi sorsa azon múlik, hogy milyen pólót vett fel reggel. Még ő általában szereti magát mutogatni, tehát sokszor félmeztelen, úgyhogy őt azonnal bedarálják. Őt azonnal bedarálják, neki semmi. Látják, hogy nem lenne nálás. Igen. Hát van ott nálad egy sárga póló, meg egy sárga fejkendő, akkor igen. Na, válaszolok a kérdésedre, jó? Na, jó. Rebecca Ferguson, ő 2010-ben volt az angol X-faktorban nevezett be, azóta már két lemeze jelent meg, és erről a másodikról, a Freedomról hozok egy újdonságot, az a cím, hogy I Hope. Hm. Van köze Sir Alexhez? Nincs. Akkor jó. Legalábbis nem tudok róla. Szerintem nincs. Jó van, gyerekek. Elmegyünk lassan. Jó? Mész haza teniszt nézni? Há, persze. Nem nézek most teniszt, megmondom neked őszintén. Kiégtél? Már nem érdekel ez a sport? Rafa szerintem hozza az első kört, Roger éjszaka játszott, úgyhogy most nincs. Majd így a második héttől még ezeket a selejtező fordulókat én annyira nem szeretem. Van egy-kettő jó, meg fiatal tehetség, de majd így a következő héttől, amikor már így a nagyok találkoznak, mint Roger Federer játszik majd a Tsongával, vagy a Murray, vagy a Nadal, tehát ott már azért nagy találkozások vannak. Most nem, ezt most még nem nézem. De a döntőt ott a helyszínen, nem? Hát az nagy szám lenne egyszer egy Grand Slam döntőre beülni. ATP döntőn voltam már, nyilván érdekel benneteket ez a történet. Persze, nagyon, tehát a csillogó szem. Csak emlékszem, hogy volt már egyszer. Londonban voltam az ATP döntőn, ráadásul pont akkor, amikor Roger megnyerte 2 évvel ezelőtt. Az egy nagyon nagy show az O2 arénában London mellett. De hatalmas füstöt nyomnak, és elkezdenek bejönni, zene szól közben, brutális. Még az is, aki nem szereti a tenisz, egyébként egy életre megfertőződik. Hát már egyszer megnézzük a Janival, jó? Ketten. Csabi, én a kívánság műsorról 555-55-00, itt tudtok tőle nyugodtan dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor.